mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Becsi Ildikóval kapcsolatban olvastam én a múlt héten egy egészen szívszorító cikket, és nem az ő családi drámájával, életével akarunk foglalkozni. Ezt egy bulvárlap boncolgatta, illetve pontosabban ő nyilatkozott is egyébként, és az eljövendő, vagy a tavasz közelettével feltűnő emlékekről beszélt ebben a cikkben. És érdekes élethelyzetet vázolt ő egyébként, amit szerintem sokan átéreznek, illetve sokan járhatnak hasonló cipőben. Itt már egy kicsit eldurult a helyzet, ugyanis arról van szó, hogy neki van egy fia, és a fiának pedig egy felesége, és nyilván a fiának meg a feleségének van egy közös gyermeke. Ugye, tehát Pécsi Ildikó már tulajdonképpen nagymama. Aha. Nagyon sokáig nevelte ő az unokáját, nagyon jó, szép, belsőséges érzelmekkel teli kapcsolatot ápolt az ő unokájával, viszont a fia és a menye egyszer úgy döntött, hogy ők elválnak. És a cikk arról szól, hogy elmondja, hogy ez a válás őt mennyire megviselte, és hogy mennyire sajnálja, mert az ő menye úgy vált el, hogy megszakadt az unokájával is a kapcsolata, és tulajdonképpen a fiú közben felnőtt, és már nem is vágyik a nagymamája a közelségére, és hogy jön a tavasz, ugye sokat van kint a kertben, és hogy eszébe jutnak azok az emlékek, élmények, amikor ő a kisunokájával még felhőtlenül játszhatott a kertben, mert hogy a fia és a menye is még ugye jóban voltak. És ez mindig egy érdekes élethelyzet. Aztán itt azért ugye durvább dologról van szó, mert itt már az unokáját tiltották sokáig, meg aztán már nem is láthatta, és aztán végül elhidegült tőle, mint nagymama. De hogy ugye a nagyszülőkhöz való, vagy a nagyszülőkhöz való leadás, odaadás, amikor a saját gyerekedet ugye hát őrzésre helyezed el a nagyszülőknél. Milyen jó, és az egy kis szabad este, érted, a nagyiéknál. Így van, szabad de... este, neked, a nagyiéknak pedig egy kis mulatság egy vagy két gyerekkel. És hogy mekkora konfliktus forrás ez családon belül, hiszen a szülő máshogy neveli a gyermeket. A nagyszülő is mást ad a gyereknek, vagy mást, hogy nevel közben. Nem is biztos, hogy engedi, hogy a szülő sokszor beleszóljon, hiszen azt mondja, hogy én téged is felneveltelek, miért ne tudnék az unokáddal ellenni. Értek hozzá. Szóval ez egy érdekes élet. Hát kétféle van. Van az értek hozzá, és van a másik, aki azt mondja, ismerek ilyet, hogy én nem fogom nevelni, neveld meg te, és én majd mindent megengedek neki. Hát persze, mert ő azt mondja, hogy te nem neveled, illetve ahogy te neveled, az a rossz út. De még lehet, hogy ezt sem mondja. Tehát te, mint szülő, neve... Nem vagy otthon, egyél nyugodtan még egy rántott szeretet. Na, ez az. Kísérd le egy felesseli. Bele lehet újjal nyúlni, persze, nyugodtan a mézbe, kicsim. Nem lehet bele nyúlni. Mondj fel még egy távolcsokit, nyugodtan. Látom, jönnek az emlékek, élmények, akkor azért ez nálatok is. Hát nálatok is egy gócpont. Szerintem egyébként nyilván mindenkinél, vagy a legtöbb helyen. Mert ugye tényleg mások a nagyszülők, mások a szülők. Te ugye bízol a saját szüleidben, vagy a feleséged szüleiben, de mégis azért elvársz bizonyos dolgokat a gyerekkel kapcsolatban. Én nem hiszem egyébként, hogy abban a pár napban nagyon erre lehetne rontani a gyermeket. Tehát szerintem ezt nem kell nagyon túl stresszelni, de mégis sok családban sokszor hallom, hogy bizony komoly veszekedések vannak abból, ahogy a gyereket visszakapja a nagyszülőtől a szülő 2 nap után, 3 nap után, 1 hét után. Ugye Pécsi Ildikóék helyzete nekünk csak témaindító, nem akarunk vele foglalkozni, szegény, csak átéreztük ezt a problémát. Milyen rossz lehet, már nem is láthatod azért. Akkor nem láthatod az unokádat, igen, de nyilván azért nagyon sok családban ennyire nem szélsőséges, vagy eldurult a helyzet. Viszont mint téma érdekes, hogy te szülőként hogy adod oda a gyerekedet, mikor veszel össze a saját anyáddal, apáddal, hogy kapod vissza, és mit csinálnak máshol a nagyszülők, ami neked, mint szülő nem tetszik. Na, mondom neked az első pillanatot, na, amikor... Akkor mondd úgy, hogy nálatok mi volt. Így van. Nem, én ezt csak hallottam. Odaadtátok hippiként, visszakaptátok emósk. Igen, mennyit változott a gyerek. Az első pillanat, amikor bejelented a gyermeked érkezését a családi asztalnál, és már akkor megy a megfejtés, hogy de majd a neve. Tehát itt kezdődik a dolog. A második, még ha túl is éltétek ugye azt a gyönyörű 9 hónapot. De várjál, hogy mi lesz a nevem? Hát persze, ott már sziszegés van. Hát mert hogy ti nem mentek egy kész névvel, életet párjával, ti kitaláltatok valamit, amit elmondasz, és látod, hogy lehallgatja a fejét. Nem. Anyuka, nem a magáé lesz? Nem a magáé, maga majd úgy hívja, hogy akarja, drágám. Minden, ami saját, azt mondjuk nem saját? Igen.
Tehát nem saját. Nem saját. Nem, nem saját nem. Sztori. Én mindig megkérdezem, saját, Jani? Nem. Saját, Feri? Majd mondjátok, hogy nem. Saját. Nem saját. Aztán megszületik a gyerek, és itt kezdődik az a dolog, hogy akkor ő jön. És mi mondjuk neki, vagy hát az ismerősöm, akinél ez történt, mondta az anyósának, hogy anyuka nem jön. Maga nem jön ide most 3 hétig. Ráér még ezzel. Ráér, megnézte a kórházba a gyereket, nagyszerű volt. Ráér még megnézni, mert most mi hárman, vagy nem mi, hanem aki mesélt, azt mondja, ők hárman szeretnének szocializálódni, egy család lenni. Higgy el, anyuka, hogy nem fog meghalni a lánya attól, ha maga nem jön minden nap befőzni, megfőzni, kitakarítani és a gyereket babusgatni. Következő, miután... Nem nálad? Nem nálad, ne. Miután beengedted a lakásba, nem én, hanem az ismerősen, szólsz neki, hogy anyuka, az, hogy azt itt... Én tudtam, hogy ez egy jó téma lesz. Azt itt mi nem csináljuk. Már, hogy nem mi, hanem aki. Hogy azt ott nem csinálják, tehát ilyen nálunk nincsen, rendesen beszélünk a gyerekkel. Tehát ez, de ezt így csak az első fél és akkor még a jó ötlete még nincsenek is. Tehát, hogy én is tudtam főzni azt a vászon pelenkát, akkor te is tudod, nem kellene ezeket a papírokat megvenni, úgyis csak a szemét van vele. Pedig tudjátok, mit rottyantott össze ez a Feri? Illetve nem a Feri, mert hogy máshol beszélünk. Így van. Én például ezt tök máshogy látom, mint te. Tehát, hogy én például úgy látom, hogy a nagyszülőnek igenis ez a feladata, nem? De ne ugyulubugyulózzon. De kicsit igen. Hát én is... De figyelj, a gyereknek egyébként ez nem rossz. Tehát nekünk szülőként elindul a sziréna a fejünkben, hogy úristen, mi lesz, mert elkényezheti. Úristen, majd otthon is lábbal fogja enni a lekváros palacsintát. Úristen, majd ott is szétkeni a nem jó, tudom, de nem kakaót. Rossz egyszer hallani az ugyulubugyulót, de 5 percegért hallod. A nagyszülő feladata kicsit ez. Figyelj, gondoljatok bele abba, hogy te majd nagyszülőként már fölneveled a gyerekedet, kirepültél már, de te is babusgatnál még valakit. Megkapsz egy nagyon cuki, 2 éves, kicsit pufi, bilit használó, gügyögő kis cukorszemet. Hát nyilván nem az lesz az első, hogy ülsz a bilin, te üdös kölyök. Hát azt, ha nem eszed késsel, villával a húsleves, meg a rizses húst. Között van azért egy átmenet. Hát a nagyszülő dolga kicsit elkényeztetni a gyereket. Én hagyom, nekem ezen nincs bajom. Feldobom a babát! Hoppá! De most a nagyszülő intézménye nem hülyék a nagyszülők, csak nagyszülők. Tehát nem vakok, gyengén látok, nem tudom, retardáltak, akik feldobják a gyereket és elejtik. Tehát nem merem ezzel. Feldobom, mit is csináltam? Jelentős a kávéra vagyok. Keresem listet a barátásba. Jaj! Tehát a nagyszülői intézményt azért nem sorolnám egyből oda, hogy aki 60 fölött van, az feldob egy gyereket, majd elfelejti elkapni, mert hülye. Csak nagyszülő. De hogy tehát a nagyszülő dolga kicsit, hogy nyugodtan kényeztesse el szerintem a gyereket. Nyilván, ha 2 hétig odaadod, és 2 hét után a gyerek úgy jön haza, hogy na mi az ember, ezért lerántja az abroszt, érted, és bemos 2 gyomorra. De a szembe megyek ezzel, mert szerintem kicsit kényeztessék. Nem, lilára csípkedett arccal jön vissza az a gyerek. Jaj, kis pudikó! Láttál már gyereket, aki nem élvezte, hogy még megehet egy új plusz palacsintát? Elhízik attól a gyerek. Legjobb. Láttál olyan gyereket, aki most belehetett a cukorba, de otthon te nem tudtad erről leszoktatni? Hát kicsit az a feladata, hogy abban a 2 napban ott egyen bele, nem? Jó, de amikor a tiéd beszól bele, tehát megérkezik anyuka. Nincs ilyen. És elmondja, nincs hogy nincs hát ilyen. Azért azt nem úgy csinálnám, Balázs. Figyelj, szerintem ezeket a harcokat meg kell vívni. Tehát ezek a harcok arról szólnak, hogy ezeket 1 év alatt, 2 év alatt, 3 év alatt neked be kell szocializálni a te szüleidet arra, hogy ők már nem szülők, hanem nagyszülők. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly harc. Tehát ez egy nagyon komoly harc a szülővel megértetni, hogy te már nem vagy szülő. Ez már nem a te gyereked. Aha. Én már hidd el, hogy 40 évesen meg fogom tudni oldani. De még mondja, mai napig is nálatok is. Jó, ugye? De hát ő ismer nálunk... téged, tudja, hogy nem fogod. Rohadjál meg, ez már a sokadik szúrásom. Ma nem tudom, mi van. Egyébként szeretem, nem baj, nekem is adhatod nyugodtan. De hogy szerintem a szülőket át kell szocializálni nagyszülővé. Ahogy szerintem majd bennünket is át kell szocializálni, mert kicsit te is azt érzed majd, hogy a te gyerekednél te ezt egy kicsit jobban tudod. Az egy harc. Az egy komoly harc, azt minden családban meg kell vívni. Ha nem vívod, meg elvesztél. Ha beleállsz és megvívod, akkor előbb-utóbb sok csatád lesz, de utána nyert harcod van. És akkor a nagyszülő felkerül a nagyszülő polcra. Úgy nyerted a harcot, hogy nem engedted be többet? Vagy hogy? Igen, ide anyuka 7 egyszerre jön karácsonykor, ide beengedjük, ugye tudod, van ez az újítás. Nem, szerintem csak ezeket az erőviszonyokat le kell játszani, hogy mondhatja, de beleszólni nem szólhat bele, tanácsolhat, de már nem úgy, hogy az örökérvényű, ha máshogy csinálom, fogadja el, hogy az is jó, hogy én így csinálom, ha ő úgy csinálta velem, de én máshogy csinálom, nem biztos, hogy rosszul csinálom, csak máshogy csinálom.
illetve ez az én gyerekem, hagyd döntsem el, én 40 éves, hogy mit szeretnék. Itt jön az, hogy ő meg erre besértődik, és nem fogja megfogadni a tanácsaidat, csak azért is ellenkezőleg csinálja, vagy nem jön többet, ez a jobbik eset. Igen. Azért nálatok is volt, mit rendezni. Nem, nálunk azért jó, mert anyósom... Mert messze lakik. Nem, nagyon közel lakik, hála jó Istenek, sőt, jöhetne többet is nálunk, az összeset lehetett kezelni azzal, hogy azt mondom, anyuka, nem iszunk egy pálinkát, dehogy nem. És már kint is ültünk a konyhában. Kettőt, mert Isteni, mamát makonyára vágom. Ne! Haló! Azt a szent asszonyt ne vedd a szádra. Nézd meg az anyját, vedd el a lánya. Felikém, már csak egy ágyat tegyél alám, én már megvagyok. Na, úgy könnyű. Megállni ezen a vonalon, ezt a szent asszony, ne bántsátok. Szóval helyre kell tenni. Erről beszélünk valami, ja, másik családok. Szocializálni kell szerintem a szülőket, de nekem tényleg szóval nincs bajom az elkényeztetéssel. Az a beleszólással van, de az elkényeztetés szerintem egy kicsit belefér. Na még egy palacsintát, na még egy, a mama hajnal három, na még egy palacsintát, itt egy álmosat. Azzal sokkal inkább lehet baj, hogy a nagyszülő úgy érzi, hogy valamit nem valósított meg, és majd az unokáján. Vagy valamit elrontott a gyerekén, és majd az unokáján rendbe hozza, tudod. Vagy valamit megbánt, hogy máshogy kéne csinálni, és akkor az unokáján kezdel kísérletezni. Akkor is balettáncos leszek. Tehát fiamból nem tudtam azt. Aztán persze van az a beleszólás, tudod, amikor úgy szól bele, hogy az nem, illetve tanácsadás, úgy tanácsadás, hogy az inkább beleszólás. Tehát persze itt aztán vannak árnyalatbeli különbségek. Van egy csomó minden. De azért ez egy komoly konfliktus forrás, nem? Te kiadod rendeletbe, hogy mit lehet és mit nem a gyerekkel, ha leadod? A leadásnál lazább vagyok én is. Én azt éreztem mindig konfliktusnak ennél a bizonyos másik családnál, mikor... Amit áthallottál a szomszédból. Igen, amit hallottam, ha jön... Tudod? Tehát, hogy akkor, vagy itt írja a hallgató, és ez a szájra puszi dolog, hogy adod, nem adod az unokádnak, érted? Ha valamelyik szülő úgy dönt, hogy ne adjon oda, akkor az szólsz, de ő meg úgy gondolja, hogy az tök normális, akkor ebből én, már van egy feszkó. Én szerintem, igen, na ebből van a feszkó, de a feszkó sosem abból van szerintem, hogy vagy kevesebb esetben van abból a feszkó, hogy te szólsz. Nagyobb feszkó abból van, hogy nem állsz bele, hogy a feleségedet ez idegesíti, de te nem szólsz, mert nem akarsz konfliktusba kerülni az anyáddal. Ha tudod, hogy szólsz az anyádnak, ő megsértődik, ezért nem szólsz, inkább harcolsz a feleségeddel, és csitítgatod, hogy ne szóljon a te anyádnak, majd intézed, persze sose fogod elintézni, mert nem szólsz a saját anyádnak, csak azt mondod a feleségednek, hogy szólsz az anyádnak. Tehát ebből van. De szerintem pont ezért kell ezeket helyre tenni, nem? Befektetni a szabályokat, hogy itt nincs szájra puszi. És akkor leírod, hogy anyuka, első megkéred. Szabály. Mondjuk nálunk ez a szájrapuszi például nincs. Sokan csinálják. Viccet. De ez tényleg nincs, aha, nem úgy nincs. De hogyha van valami, akkor de hogy fogalmazod meg? Hogy mondod el? Leülsz vele? Belead a rezsibe, érted? Csak nem mondasz neki olyat, ami beleadna, bár. Én szerintem az a jó, ha sokan szocializálnak egy gyereket. Tehát én nagyon hiszek abban egyébként, hogy kicsit neveli a szülő, kicsit ott van a nagyszülőnél, ha aki megteheti, a nagyszülő máshova viszi, vigye, a szülő is máshova viszi, és sok felnőttől sok mindent hall a gyerek. Ez egy tök jó dolog, nem? Persze, teljesen más generáció, teljesen más hozzáállás, gondolatok. Meg szerintem egyébként a gyereknek kell is az a pici kis kényeztetés. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ilyen téren, nagyon-nagyon szerettem mamámékhoz lejárni vidékre, és mindig nagyon élveztem, főleg azokat a pillanatokat, amikor megkérdezte, hogy odaadtam már a zseppénzedet? Még nem. És ez már aznap a negyedik volt. De tudom, hogy odaadtam. Hello, Juli! Hello. Mi a helyzet nálatok? Nálatok is van? Nálunk feszültség? Az én édesanyám a tévé, nálunk a tévé az egy neurotikus pont. Ő olyan dolgokat is enged megnézni a gyerekeknek, amiket mi egyébként nem biztos, hogy engednénk. Úgy kezeljétek el, hogy egyszer náluk aludtak a gyerekek, a Lidi éjszaka felsírt, mondta, hogy szeretek kimenni egy kicsit tévézni. Anyám mondta, hogy jó, hát rendben. Hát a National Geographicból baj nem lehet. És képzeld, hogy másnap reggel mentem a gyerekért, aki ekkora szemekkel ült a kanapén. Még mindig ugyanabban a kanapénban. Ilyen kettő után. Anya, te tudod, hogy tépi le egy medve az ember fejét? És a nagy fehér cápa hogyan tudja lemarcangolni az ember combjáról a húst? Tök korrekt, mondom, hogy megtanulja a gyerek. Tudományos. Mi van? És akkor mondta anyám, hogy hát ki akart menni este tévét nézni? És mondom, de mire kapcsoltál? Hát a nagy állattámadásokra. Gyönyörű. Anyu, de ne, hát ne viccelj. De hát azt akarta nézni. Nem mondom, és hogyha pornót akar nézni, akkor oda kapcsolsz. Hát a másik ilyen szintén elég kényes kérdés az a nasi.
Anyám szerint a gyerek agya éhezi a szénhidrátot, és adni kell neki. Aha, az agya. Tehát, meg is vagy. Igen, ez egy nehéz dolog, hogy hol van az elkényeztetés, és hol van már a fölösleges nasoltatás, amiről te próbáld leszoktatni otthon, azt nem akarod, hogy rászokjon a nagyszülőknél. Hát persze. Náluk a Lidi az csokoládéfüggő, és nagyon komolyan ki is játsza egyébként anyámat. Tehát náluk úgy indul a reggeli, hogy anyám megkeni nekik a kalácsot, és utána onnantól kezdve indul az ereszdel a hajamat. Szóval ők úgy jönnek haza, hogy délig megesznek két csomag popcornt, ilyen-olyan csokoládékat, akármiket, de a Lidi így jön haza, és már anyám hív, hogy gyere, mert nem bírok velük. Tehát ja, mert fölpörög a csokitól? Persze, rettenetesen felpörögnek a szénhidráttól, de szerintem, anyám szerint azt mondja, hogy ez teljesen normális, hogy gyereknek kell lenni annyi édességet, amennyit kíván, mert hogy az agya ezt kívánja, tehát ez teljesen normális folyamat. És aztán ebből feszkó van? Tehát akkor te leszúrod, de elmondod hát neki? Nagyon nem szúrom le, de hát nyilván mondom, hát ilyenkor ugye ütköznek a vélemények, mert ő kitart a mellett, hogy a gyereknek már pedig szüksége van szénhidrátra, amire én azt mondom, hogy persze természetesen szüksége van a szénhidrátra, csak nem ennyire. A Miró nagymamája az például egy végtelenül megengedő nő. Ő szerinte a gyereknek mindent szabad. Egyszer arra mentem haza 3 évvel ezelőtt, hogy a két gyerek kínál az ablakon, a földszinten, és pisilnek ki. Ne! Tök menő! Na ez a másik véglet. Tehát ez a másik véglet. Mondom, nagy kicsit, igen. Májko, mi történt? Hát gyerekek! De hát mondom, Májko, hát rájuk kell szólni. Hát ez nem gyerekek, hát ez nem szabad engedni. Ugyan már! Tehát, hogy ott... És álltak az erkélyen, és pisiltek. Nem, az ablakban. Ja, az ablakban. Egy földszinti ablakban, igen, Ady Endre út, tehát, hogy minden, az egész villamos mindenki rálát szemben az iskola, és a két Istenem, gyerek... hadd menjek már el én is a nagyihoz egy gondolkodás. Miért nem mehetek el Janival egy kicsit étvégézni ez a nagyihoz? Elmegyünk, jönnél értünk, Balázs alatt googolnánk az ablakban. Ilyen nagyinál akarok én is kicsit étvégézni. Szóval, amikor Májkonál vannak, a Májkonál egy ilyen felszabadulás, ott minden szabad, ha az én édesanyámnál van, akkor ott tuti, hogy van valami kis édesség, valami kis nasi, esetleg olyan film, amit otthon nem biztos, hogy meg lehet nézni, amitől utána mondjuk néhány napig még rémálmuk lesz, úgyhogy mindig vannak ilyen. Igen, nem egy egyszerű élethelyzet, igen. Na, nézzük egy-két SMS-t. Nálunk a legdurvább az volt, amikor anyósom drága mama azt mondta, hogy ti még túl fiatalok vagytok a gyerekhez, én 23, a férjem 26 volt, adjátok oda, majd én nevelem. Ó, neki hiányzott valami az életéből. Igen. Szép. Igen. Anyósom levágta a lányom haját, mert zavarta, hogy hosszú. Hú, gyerekek, itt azért vannak komoly történetek. Mi akkor döntöttük el, hogy növesztjük éppen neki. A mama levágta. Mert olyan kortos életem, ezt már nem lehet kifésülni. Na igen, na ez már erősen beleszólás a gyereknevelésbe. Tehát erre már szerintem ez például egy olyan pont, amire minden szülő joggal sziszem föl. Nem szép dolog. Azt mondja, hogy átviszem a gyereket anyuékhoz, és lefektetem a szabályokat, se kóla, se nyalóka. Mikor megyek, értem, mi van a gyerek szájában? Kólás nyalóka. Mert külön nem lehet, de együtt. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem tudom, ez a motorozás, ez egy ilyen nagyon, nagyon minden nap látok intő jeleket, hogy miért ne. Tehát 40 évesen elkezdeni motorozni, az kicsit nyomorult. Bringázni tudsz. Hány éve tudsz bringázni? 6 éves, hány éves voltál, amikor kétkerekű bringáztál? 6? Mondjuk 30 éve kétkerekű biciklizel. Ugyanaz, csak nem kell tekerni. Na? Leegyszerűsítetted nagyon. Úgy érzem néhány fontos részen azért egy átsuhantál, hogy ugyanaz, csak nem kell tekerni. Tehát, hogy nem tudom. Nem, ez nagyon vajudom. Egyébként jó, meg vágynék rá, meg szívesen csinálnám, csak tudod, ott... Csak valami jöjjön valami bácsi, ami elnézi ott neked azt a jobb kezet. Az vagy... kocsival is ugyanúgy. Hát mondjuk más, igen. Picit jó. Más azért. Az nem teljesen úgy. Ákostól tudnál kérdezni, mert ugye ő motorozik, de Babettával bezárólag tőlem is bármi. Babettázol? Én babettáztam elég sokat. És most is? Még illegálisan, az illegálisan, de nagyon sokat babettáztam. Na fordítsunk ezen egyet. Azt mondod, te vagy az, aki azt szokta mondani, hogy a sorsod megvan írva. Ha megvan írva a sorsodban, aha, hogy neked 42 évesen történni fog valami az életedben, uh-huh, akkor nem mindegy, hogy a motorral történik, vagy a gyalogos átkelő helynél? Hát honnan tudjuk, hogy az eleve így van, amit vélünk a saját életünkre, hogy valójában megvan írva. Ezek csak feltételezések. Aha. Mi van, ha az a dolog érvényesül, vagy az a törvény érvényesül, hogy te választod. És ha nem választod a motort, nem lesz semmi bajod. Ha a motort választod, az akkor is a te lesz. Döntésed, akkor lesz. Hát ezek nem alapfelvetések, vagy alapigazságok. Hogy
megvan írva. Én hallottam csak egyszer egy ilyet tőle talán, azt hiszem, de lehet, hogy nem rosszul azonosítom. Nem tőled, és nem ezt. Hogy nem ezt? Hogy megvan érted az így? Hallottam tőled valamit, de lehet, hogy nem ezt, és lehet, hogy nem tőled. Hogy megvan az íve a dolognak, amiben itt van egy ilyen, egy jó, ott van egy rossz, és a rossz akkor is el fog következni. Tehát, hogy megvan írva, hogy a fejedre esik a tégla. Hát igen, de én azért úgy éreztem, Feri fejletésében egy picit úgy éreztem egyébként, hogy nem nagyon hisz benne. Nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy 42 éves korodra prognosztizáltál ennek a jogosítványnak a megszerzését. Tudja, hogy azért a szellemi képességeim viszonylag behatároltak, na most a tesztkérdések kitöltése és megtolása, legalább 50 darab tesztkérdés hiba nélküli kitöltése, azért tudja, hogy az nekem évekbe telik. 6 hónap alatt kettőt csinált meg. Hát hova rohanunk? Kétszer lefutattam 50 kérdést, most elég is volt egy ideig, hát én jól ismer, hogy most ez picit azt sikerült félretenni. Idővel összejön ez is. Kicsit kellenek az új kihívások, megcsinálom, aztán még utána mindig eldöntheted a rutin vizsga után, vagy amikor elmentél ilyen, tudom, vannak ezek a olyan technikai motorozás tanító pályák, ahol te ugye meg tudod ezt rendesen tanulni. Megtanulod, de azt mondta, hogy neked ez mondjuk nem ér annyit, hogy egy kalaposzúzuk is elvigye a bal lábadat. Mindig ez van, tehát, hogy valamit veszítesz vele, valamit nyersz. Nézd meg, hogy mi van abban a serpenyőben, amiben nyersz. Hát érted, mekkora feeling az, hogy állsz Török Bálintot a tüdőgyógyintézetről. És... Szerettem, hogy ilyen pozitív képet festesz le rólam. Már a negyedik a tilosban parkolok, vészvillogóval kilométeres sorokat okozom, tüdőbeteg. Éppen a jó levegőt szívő tüdőbetegek előtt az 1300-as Kawasaki majd pufoltatom. Szívják a benzingőszet. Most még mi jön? Egy holtvágányra akarom terelni ezt az egészet, mert félteleg. Érted? Felúszalom. Istenem, a gondoskodó, Jani! Félteleg, drága. Nem, de ha nem próbálod ki, köszönöm, hogy így aggódtok. Ez egyébként nagyon őszinte és nagyon jól esik ez a fajta valódi őszinte aggódás, hogy ti követitek ezt a dolgot, és őszintén aggódtok. De ha nem próbálod ki, akkor meg egyszer úgy fogsz meghalni, hogy üresség marad benned. Egyébként én abszolút ezért csinálom. Hogy ne ott feküdjél majd 80 évesen a Honvédban, szívod a húslevest, és az van, hogy miért nem, próbáltam ki, basszus. Hát szívod a hús. Szívószál a húslevest. Egy ilyen kép, hogy én akkor már szívószál a fogom, minden húslevest. Azért van cérna, mert élt el a húslevest, az átjön, tudod, a szívószálon. Én 80 évesen egy luszlás szakod elmenni a szívószállal akarom venni a húsleves. Most miért nem tettem meg 80 évesen egy kórház, hogy szívószál lesz? Ez urizálás, hogy nem mehetem szívószál a húsleves? Nem, hogy nagyon ilyen képszerű volt. Lajos bácsi, ma kicsit melosol lesz, mert tök főzelék van. Akkor majd fölvágják azt a rohadt szívószál. A nem jön. Ez a rohadt Stefánka volt. Nekem ilyen képeim vannak. Általában az ember a halálos ágyán sokkal inkább megbánja azokat a dolgokat, amiket nem tett meg. Én attól félek, hogy ha esetleg valamikor annyira belehaborodik a motorozásba, az lenne az első, hogy én nagyon-nagyon korrekt szeretnék lenni, nagyon udvarias lenni, és ugye a motorosok úgy köszönik meg a szívességet, hogy kiteszik a jobb lábukat. Na én az első ilyen alkalommal, hogy kiteszem a jobb lábat, hogy jelezze, hogy köszönjük, beleakadnék valami mellettem elhúzó ifába. És az lenne az utolsó, és egyben első motorozásom is. A Best of Morning Show. Mi van a Sebestyén gymben? Hát most kezdem még. Megőrülök. Most üzemelik be az eszközöket. Most üzemelik az eszközöket. Még mielőtt a nagy nyilvánosság számára is láthatóvá válik, még mielőtt a családtagok is kipróbálhatnak, azelőtt Balázs teszteli az összes eszközt, amit megvásárol. Hat óta egy nem lesz jó. Tényleg egy roki fiatal emberrel ülünk együtt, és nem tudtuk, hogy mi van, mert nem mondtad el, csak jaj! Leestem tegnap a húzózkodó rúdról, gyerekek. A rúddal együtt azért azt tettem. A rúd kiszakadt a falból, ez a helyzet. Mert elkezdtek a tenisz mellett egy kicsit más jellegű dolgokat is csinálni, egy csomóféle dolog van, ami nekem tetszik, meg amit szeretek, és úgy elhatároztam, hogy úgy egy kicsit ugye elkezdek más típusú mozgást is csinálni, mert jó a tenisz, meg jó kondit van tőlem, nem, de hogy szeretnék egy kicsit fizikailag is erősödni, és bementem tegnap az egyik sportáruházba. Én nem tudtam, hogy ezek a sportáruházok ekkorák. Voltatok? Tehát nyilván te voltál. Nem nagyon járok, mert én máshol veszem a cuccaimat, meg a cipőimet, meg a táskákat a teniszhez. Figyelj, ezek ilyen hangár méretű, figyelj, bent külön felhőrendszer van, esőztető rendszer, madarak élnek bent, emberek ott laknak. Figyelj, láttam bringázó gyereket, vízilabdázó apukát a fiával. Igen, kajakba beülő családok, akik műeveztek az áruházban, és eljátszották, hogy ők már raftingolnak valahol Ausztriában. Minden kipróbálható. Minden kipróbálható. Láttam 45 éves, 50 éves pacákot, felhúzott boxkesztyűvel, boxzsákot ütni, mondom, úristen,
hiszen hát nem fizetek én a gyereknek játszóházért. Hát minek? 3000 forintot, hát nem hiszem. Van, a... Minden nap leedzel. Figyelj, emberek civil ruhában, leizzadva, kriketteznek, hokiba, vizét, talpan sétálnak, vízilabdát dobálnak. Láttam egy 4 éves gyereket, az bukós is akkor a fején bringázott bent, mondom. Na jó, mert már másfél órája tetszik rajta futni, csak mondom. Jó, jó, ki kell próbálni, nem vihetem úgy haza. Ez Mad Max. Volt egy anya a lányával, ezt nem hittem el, én ott sétálgatok, kerestem egy-két eszközt. Én se hinném. Ugye fura is volt kicsit. Anya a lányával hullahopp karikáztak. Hullahopp karikáztak, és ezzel a nagyon erős neonszínű zöld és neonszínű lila hullahopp karikával versenyt hullahopp karikáztak. Azon mit kell próbálni a hullahopp karikát? Hát, hogy nem akarsz. Az átmérő nem mindegy azért. Nem igen, akarsz. Mert átmérő van. Igen. Én nem biztos, hogy meg akarod venni ők. Lehet, hogy bukós is, akik mentek, mert hétvégén bringatúrára mennek, csak anya meglátta, a kislány beszállt, és elindult egy ilyen családi rivalizálás. Egymásra kacsintottak. Verseny! És azt szaladtak hullahopp karikákkal. Gondoltam, hogy nekem lesz egy szabad órám, én a budaörsi nagy sportáruházba fogok járni. Olyan volt, mint amikor így beszabadulsz valahova, ahol már családok élnek, laknak, madárrajok húznak át, fölnéztem az égre, külön felhőrendszere volt már, komolyan egy néhány bárányfelhő húzott bent a hangárban. 63 000 négyzetméter, és ott bent egy külön élet van. Uh-huh. Egyik sarokban kickboxerek, a másik sarokban kisorsi zumba órát tart. De egyébként tényleg, igen, de tényleg döbbenet. Ide azért mennek az emberek, hogy ide sportoljanak, ingyen hát, sportorát vegyenek. Hát együtt, igen, a kettőt. Ha nyilván akarsz valamit venni, de azért, ha ma ott vagy, kipróbálod azt, és egyszer csak elhussant a délután. Igen, picit, ugye? Jó volt egyeket a hasonlat, de picit tényleg olyan, mint egy játszóház. Játszóház, mert tényleg játszóház. Amikor ugye a gyereknek azt mondani, na mennyi, azt próbáljál már ki néhány rollert, amíg mi itt körbe megyünk anyával, hát ha megtetszik, hogy nem tetszett meg, ugye nem baj, mert jövünk máshol. Kisfiú, a 3 kerekű kislánya, 2 kerekű rózsaszín barbis biciklima, apuka nagyom üti a bokzsákot, hihetetlenül izzad, mondom, hazaértem. Hát ez szenzációs. Na, a lényeg, hogy vettem egy ilyen húzózkodó rudat, mert hogy vannak különböző gyakorlatok, amit akarok csinálni, és ez a húzózkodó rudnak az a lényeg, hogy fogod, és az ajtó félfába te ezt befeszíted, tehát addig tekered, amíg szét nem feszíti az ajtó félfát, és van középen egy lyuk, még csavarhúzóval tudsz rajta húzni, átforgatni a tengelye körül, hogy kifelé nyomja az ajtó félfát. És rögzíted? Minek rögzíteni? Csak azok rögzítik, akik félnek. Debutásra rögzítés. A kezdők rögzítik. Az amatőrök rögzítik meg, akik félnek. Na, nincs adrenalin abban a húzózkodásban. Úgy semmi adrenalin. Én csak ilyen, nem dolgozom súlyzóval, vagy nem akarok súlyzóval dolgozni, nem szeretek. Sokat jártam edzőtermekben, mindig haverjaimmal nagyon röhögtünk, de sose tetszett a hangulata. Saját súlyos gyakorlatokat akarok csinálni. És mondom, hát akkor ide nekem gyorsan, én 45-50-et belehúzok. Húzockodtam, egész jól ment, húzockodtam, és az a baj, hogy én a 2 rögzítő csavart elolvastam, hogy olyan a használatú utasításban. Mi volt? Hogy ez nem tartja meg egyébként magát a rudat, amit ugye belefeszítettél az ajtófélbába, ez csak azért van, hogy a rúd ne tudjon kijönni, tehát ne tudja újra egy kicsit összenyomni magát. Ami kb. Ugyanazt jelenti, hogyha mondjuk így az emberi nem veszik el nagyon a részletekben. Na, azt olvasod, hogy nem tart. Igen. Akkor minek tennéd be? Hát nem azon húzódszkod. Hát, az volt a használati utasításban. Ez nem azért, hogy tartsa. Beleraktam, megfeszítettem. Jó van, nincs otthon senki, kicsit nekiállok edzeni, muszáj egy kicsit tényleg erősödni. Elkezdtem húzódszkodni, és úgy, ahogy van, az egész kiszakadt az ajtófélfából, ami nem lett volna baj, illetve lehetett volna sokkal durvább baj, mert ha mondjuk olyan húzódszkodást végzek, hogy derékszögben fent van a lábam. Aha. Mert van ilyen, ami egyből hasizom is, akkor egy ilyen jó, hát én egy 2 méter magasból leessem a kőre. Uh-huh. De nem ilyen húzóskodás. Jó kis farkcsontörés, ott fetrengek, nyomorultul, üvöltözök, nincs otthon senki, kúszok, mint szarakonor, amikor üldözte a terminátor. Próbálok eljutni egy telefonig, tudod, hogy felhívjam a 104-et, hogy küldjenek mentőt, mert széttört a seggem, apró szilánkosra tört a fenekem. De nem ez történt, hanem körülbelül leértem talpra, de az egyensúlyomat elvesztettem, és egyenes derékkal, mint egy ilyen úszög, így visszahajlottam, mint amikor készülsz lemenni hídba. Igen, mert úgy érkeztem, és így konkrétan állóhelyzetből majdnem lementem hídba. És úgy éreztem, hogy ugye a 2-es, 4-es, 6-os csigolyázik. Hogy innen dinamikusan felugrani, és egy nagyot nevetni. Ha most látnának, és strandon lennék, azt hiszem, hogy mindig így szállok le, nyugalom, nem próbálják utánam csinálni, a nevem veszélyes. Haladó gyakorlat! Ezt nem próbálják utánam csinálni, a nevem veszélyes. Úgy hívnak. Úgyhogy mindig így szállok le a rúdról. Kiabáltam volna el magam, ha mondjuk Almádiban vagyok egy strandon, és mondjuk nyilvánosan ilyen húzózkodom.
De nem lett baj egyébként. Én 10 percig nem tudtam fel egyenesen. Aha, mert az ajtó még használható. Igen, látjuk, hogy nincs baj, alig visz mozogni. A lenti ajtó félfát úgy szétnyomtam, hogy az konkrétan a keret egy kicsit szétjött a toktól, tehát mind a két oldalon tönkretettem az ajtót. Szenzációs, húzockodni ezen effektíve egyáltalán nem lehet. De sportszer maga egyébként jó, csak nem rendeltetésszerű használat, erre mondják. Ugye? Igen. Ez a nem rendeltetésszerű használat. Nem minden típusú ajtó tokba jó egyébként ez a fajta. Ugye ezt írták, de gondoltam, hogy az én ajtótokom az miért nem jó. Igen. Illetve minek azok a kis rögzítő, ilyen kis műanyag, úgyse tartják meg azt a rudat, akkor meg minek szarogok. Már bocsánat, minek szórakozunk vele, hogy mit furkálunk ott össze-vissza megint. De vigyáztam, nehogy baj legyen egyébként, mert gondoltam, hogy ha húzózkodom. Eltetted a számlát? Igen, eltettem a számlát, húzózkodom, és fönn van a lábam, akkor a magam alá tettem egy törölközőt, hogyha leesek. Júj, de akkor az... Hogy ne legyen véres a kő. Vagy legyen mivel fölitatni rögtön. Hogy ne vérezzem össze azonnal a követ. Tehát, hogy azért erre egy próbáltam odafigyelni. És összehajtottad a tűrcsit, vagy csak egy nem. réteg? Gondolatban egyébként nem a tegnapi edzés érdekelte, mert egy nagyon fontos meccsem lett volna ma kettőtől. Aha. Egyébként teniszt tudsz minden bekészíteni, konkrétan nem tudok lehajolni, bekötni a cipőmet. Úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy ma hogy fogok kiállni kettő órakor. Majd ászokkal nyered. Igen. Két és fél órás meccsem lett volna ma délután. Nem tudok járni, úgyhogy... megyek most valami gerinc klinikára, gyerekek, vagy nem tudom, a vajó csontkovácsotok, egy olyan 8-10 hónapra így visszavetettem magam a sportolásba, de nem baj, úgy közlekedek, mint az 50 évesen. Mi a terv? Lesz-e új húzózkodó? Lesz, most kinéztem egy másikat. Persze, figyelj, nem adjuk föl. Nem adja föl. Nem adjuk föl, veszed, nincs fél áron átveszem. Tessék? Fél áron átveszem. Neked még jó lesz. Odaadom ingyen. Még jobb. Nézd meg. Na tényleg neked az. Ez most sokkal jobban tetszik. Így már azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis. Hát nem tudom, gondolom, se ajtó keretet, a téglán itt keresztül ment, egy ilyen vályokházban. Te befeszíted neked, persze, hogy azért jó. Azért láttam nagyon, hogy a gyerek megnőjön, és olyan magas legyen, mint a Móni, mert így most már nem ferde a húzockodorunk, mert eddig mindig az volt, hogy a vállukra tettem, tudod, és amíg a gyerek kicsi volt, mindig nagyon fél oldalas. Nálad a téglába persze, hogy befeszül, hát nálam az összes ajtó keret mahagóni, hát persze, hogy nem tudta a fa meg. Egy beteg gerincorvos, gerincklinika, egy megver... Megérte sportolni, tényleg. De nem, az a baj, hogy én sportolok. Uh-huh. Csak én ilyen jellegű dolgokat nem csináltam, illetve de csináltam régebben, jártam edzeni, meg fekvenyomsz 45 fokon, meg egy csomó minden volt. De én nem szeretem. Az rohadt meleg már, miért mondjuk. Van olyan meleg? Én nem szeretem, de a saját testsúlyos gyakorlatok, mint tényleg a crossfit ezzel, és nem használsz kettlebellt, vagy mint a TRX ezzel, és akkor ott húzod, ezek nekem bejönnek, tehát ezek jó. Crossfit, igen, ott is vannak nem saját súlyos, meg saját súlyos gyakorlatok, attól függ, hogy mit csinálsz. Kettlebellel dolgozol, akkor súlya. A TRX is ugye a két spárga, és akkor olyan gyakorlatokat csinálsz, megőrülsz egyébként. Tehát vannak jó dolgok ebben, amiket tényleg jól lehet csinálni. De a dologhoz, várjál felébe, egyiket a dologhoz hozzátartozik az is, hogy én tegnap egy viszonylag masszív, hát legalább egy ilyen 30-40 percen keresztül így próbáltam neki így összegründolni egy pár olyan tippet, amivel szerintem így elkerülhette volna az ilyen baleset. Hát, és akkor így akkorátosan megírogattam. Igen. Tudod, elmondom, helyes írás ellenőrzés, oké, végig, jó, oké, helyes írás ellenőrzés. Rámutató linket mindenre. Konkrétan, ez történt. 13 óra 35-kor küldted az e-mailt. Hogy én mit vegyek meg miért. Tudod, mi történt 13 óra 35-kor? Riadtan ültem a zöld törölközőben, hidalva, lent az edzőrészlegben, érted? És görcsös ujjakkal nyújtál a telefon felé, mert túl messze volt. És írjátok a mentő! Írjátok a gerinc klinikát, tehát fél kettőkor nem e-mailt olvastam, fél kettőkor már végeztem volna az edzéssel, érted? És utána láttam, hogy jó, hát te elhúzózkodó ajtókeretre, húzózkodó felfúrós, érted? Elküldtél 45 fajta húzózkodó dolgot. Ez nem volt köztem, amit te vettél, gondolom. 13 óra 35-kor, hát az ember addigra már végez az edzéssel, már lassan indulok a gyerekére az oviba, hát 13-35-kor. Nekünk van otthon ilyen, én használok egy ilyen típusút otthon, de ezt direkt nem küldtem el neki, mert hát ugye a több éves kapcsolatunkra visszavezetetően, és abból kiindul, én sejtettem, hogy ez nem fog működni. Nem gondoltam, nem állítom ilyen komoly feladatok elő, hogy felfúrás, megmondom, ezt hagyjuk. Na, de az viszont jó téma lehet ebből kiindulva, hogy kinek milyen olyan sporteszköze van otthon, amit nagy fellángolásból megvet, majd ő elkezd edzeni, majd ő most aztán elhatározza, hogy csinálni fogja, és azóta se nyúlt hozzá, azóta is ott rohad. Hány női hallgatónk vett meg olyan evezőgépet, és fogadta meg, hogy január 1-től beleülök, és úgy fogok evezni, mint kőbárita, és mit tudom, májuson is a rohadt poros az evezőgép, és kéne tenni. Nagyon jó rájuk. Hány egykezes súlyzó áldogál
férfi hallgatóinál, akik úgy mentek be a sportáruházba, hogy na most két 10 kilósat és olyan bicepsem lesz, mint Arnoldnak, egyet beleúztak, letették, arrébb gurult, a nagy belerúgott egyet, soha többet nem nyúltak hozzá. És vagy féláron eladod. Az, igen, is jó, megveszed az, is az, az a legjobb nekem. Volt egy nagyon kedves haverom, aki vásárolt, annak idején, ez figyeljetek, nagyon régen volt, az a 93-94 környékén, és valami hihetetlen horror áron megvetettek vele egy német ilyen konditermi cuccokat gyártó cégnek az edzőközpontját, amin aztán minden volt, tolockodó, húzockodó, itt tudom, egy csigás szerkezet, lehetett rajta fekve nyomni, lábemelés, minden volt benne, megvette, és azt mondta, hogy na most. Na mostból az lett, hogy 3 év múlva adta el, úgyhogy ki sem volt csomagolva fél áron. Igen. Igen, és ugye és ebben az a jó, hogy azon hallgatóink is írjanak, akik a párjuk eszközeit kerülgetik, és végignézték, hogy megvilágosodik, ahogy én tegnap, na gyerekek, itt van, most gyerekek, most úgy bevásárolok, hogy megőrülök, annyira bevásárolok, és ott kerülgetik a rohadmányos húzockodógépet, a rohadt lábevező, vagy izé lábtárogatógépet, amit egyébként én is kerülgetek. Mina? Hát úgy tárogat az asszony, csak úgy nem veszed észre. Egy évben egyszer ülsz rá, ne hűtsél már. Tessék? Ja, nem kerülgeted. Nem kerülgeted. Ránézel, úgy, te úgy edzel, hogy ránézel. Hát úgy megyen mellette. Ránézel, hány fekvenyomó padot kerülgetnek női hallgatóink? Tessék? Kondigép irigy vagyok. Én hát vagyok kondigép irigy. Miért csinálod ezt? Miért vagy ilyen? Fülölöm, mert kerülgetni kell azokat a rohadgépeket. Van otthon egy ilyen ellipszis trénerem. Ne adjam át oda nektek, mi akkor van? Elfér. Te is megvilágosodtál? Nem én. Ja? A család. Béka? Vicce? Vicce ez, de már vagy 2 éve ott áll. Kell, ellipszis tréner. Nagyon jó. Tudod, mit vetetett meg velem, amit egy évig kerülgettünk? Tudod mit? Látta a tévésobba, állj rá, fogd meg, mint egy kormány. És majd ráz. Nem ráz, nem, az van, az is ráz, de egy gyerek néha rál, az ízét csapatja magát. Igen, meg tejhabot habosítotok rajta. Igen, nem, azt egyébként azt mondja. Rózsaszín, azt mondja, az tévedés. Aha, rózsaszín, megvetettem, nézzük ezt a rohadt teleshopot, rózsaszín. Már érdekel a gyerek miatt, nem mond tovább. Tudod, van egy ilyen kormányszerű állvány, azt megfogod, és a lábadat rárakod két ilyen megvan rózsaszín papucszerűre, és igen, kibecsúszkálsz rajta ilyen félkörében. Egy ívelt sinen. Mondom, Viki, ránézése rohadt gagyi, ránézése, semmilyen izmot nem mozgat meg. De, hogy azt vegyem meg, 2 évig állt a másik lakásba az erkélyen, összehajtogattam, ágy alá tettem, megpróbáltam rásózni olyan barátokra, akiket már kevésbé szeretünk. Mindig visszahozták, most tudtuk eladni egy éve, mert hogy tudod, és a lapra hajtogatható, ágy alatt tárolható. Hát, hát ez a vonzred. Ez kell neki. Most fog egy nagyot edzeni, mondom, Viki, ez egy sportoló, ha megunja, hogy ide felejt. Ha elmegy a kedve az edzéstől, az ágy alatt nem látja. Igen, és ez a reklám, hogy tegye be az ágy alá. Mondom, ne, na azt kerülgettük 3 évig. De az legalább tényleg berakható volt az ágy alá. Úgyhogy te is kerülgeted otthon, persze, az ellipszis trénert? Nagyon jól lehet rajta tárolni dolgokat, tehát táskát például föl tudod akasztani, a fogójára lehet rá terigetni, és a hátsó lentkerék, azt nem fölhajtható, hogy kisebb legyen, így 2 méter, hogy összehajtod, mert profit kell venni. Nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ki mit kerülget, ki miért utálja a párját, és ki mit vett úgy, hogy a büdös életbe 2-nél többet soha az életben nem használta. Az asszonyon szoktam fekve nyomni. A Porsche fogja elrakni is, tudom, és még kerülgetni se kell. Ez V küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán barátnőm kapott egy említett ellipszis trénel, felcipeltem a 3. emeletre, ő nem segített, mondta még gyenge, majd ettől megerősödik. Szép dísztárgy lett a nappaliban. Igen, azt mondja, hogy nem csak sportszerek, Rubin Tréka, Bírovica, Norbi DVD, na ez nekem mind megvan. Valahogy amikor úgy gondolom, hogy tornázni fogok, sajnos meglátom mellette a Mamma Mia-t, vagy a Micsoda nőt, azonnal meggondolom magam, és inkább egy csoki kíséretében romantikázom, és megmagyarázom magamnak, hogy a lelkemnek kell a kényeztetés. Ildi, üzente ez nekünk, köszi. Szoba kerékpárt keresek, mindegy milyen színű munkába járáshoz kell. Nagyon jó. A szobabiciklin gyakran tároljuk a motoros bukós isakot, vicces kedvű szerelők megjegyezték, hogy ennyire veszélyes. Ennyire veszélyes a szobabiciklin. Megyünk, de jó. Hát ezek nagyon, nagyon jó SMS-ek, igen. Itt van velünk Kata, Kata, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Na, ti mit tároltok, vagy mit vettetek nagy felindulásból? Hát velem a férjem kb. Mindent megvetett, van már ez a kockahas gépünk nekünk is, van fekvenyomópad, de mondjuk azt oda megszabadultunk, evezőpad, akkor ilyen kis kézi valami, amivel fekve kell nyomni, vagyis ilyen fekvőtámaszokat, mert az nagyon fontos volt.
Hát van, bordásfalunk szétszerelve a pincébe, kb. 6 millió edzős ez a mindenféle fehérje, porok, vitaminok, szerintem a feje már le van járva. Nagyon szeretett volna elmenni edzőterembe, megvettem neki 10 000 ér a bérletet, egyszer ment el. De a képeket ő veszi meg? Tehát ő veszi magának? Tehát ő hazudik saját magának, hogy majd most elkezdek edzeni? Persze. Hát kinézi én meg, ugye, mivel szeretem, megveszem. És a bérletet azt az előtt kérte, hogy ezek otthon lettek volna, vagy miután otthon volt az egész cucc, akkor mondta, hogy akkor most szeretnék egy bérletet, egy kondit. Nem, mert minden otthon van, mert ez minden otthon van, és akkor mondta, hogy az egyik barátja jár edzeni, és hogy ő itt szeretne elmenni. Megvetettem vele sunyiba ugye a bérletet, 10 000 ért mondom, egyszer elment vele, akkor kinyírta magát teljesen, tehát a dobot nem tudta felrakni a szekrény tetejére. Ez ismerős, úgy mozgok, mint aki nagyon vertek, konkrétan alig bírok kimenni. Igen. Utána berendeztek az egyik lépcsőházba a pincébe egy ilyen házi konditermet, és ugye oda jártak le egyszer-kétszer a haverokkal. Sörözni. Akkor a játszótéren az anyuka kérdezte tőlem, mert ő ott lakik, hogy nem-e tudom, hogy mi van a pincébe, esetleg droglabor. Igen, hát, mint a breaking bad. Senkinek nem mond el. Senkinek nem mond el, edzenek, igen. Kata, köszi, hogy elmondtad, ciao, puszi. Sziasztok. Hello. Eladó a cucc, bocsánat. Megvenné? Ne dőj be az asszonykádnak, biztos, hogy nem fogja használni. Szerintem tök jó kezdeményezés lenne egyébként, ezt így, hogyha valakiben van egy kis ilyen lokálpatrióta vonás, hogy az összes ilyet, mondjuk egy kerületben, az összes teljesen feleslegesen megvásárolt kondigépet, amit soha nem használtatok, nem is csomagoltatok ki, azt egy helyen összegyűjteni, ez lenne a home gym. Minden kerületben lenne egy ilyen, És ingyen használta mindenki. Biztos vagyok benne, hogy iszonyatosan felszerelt gymeket lehet. A feleségemnek vettünk egy erős paprikás hasgépet, az áruházban 15 percet beszéltünk neki, hogy persze megvehetjük, mert csak hezitált, mondanom sem kell, nem volt olcsó, nagy hével neki esett, kb. Másfél hétig csinálta, izomláz, elkeseredettség, leállás, azóta én néha-néha dolgozatok rajta, de kiméletesen, mert gerinc beteg vagyok. Jól néz ki a falnak támasztva. Egyébként Henti küldte nekünk. Balázs, 5 házzal arrébb rakunk tőled, márkás húzózkodó szerkezetünk van, bordásfalra rakható, a férjem évek óta edz ezen, ha gondolod, szívesen segítünk. Na, akkor hát is tudsz járni. Hát edzünk együtt a férjeddel. Judit asszonyhoz, igen. Otthon porosodó, jó állapotú, komolyabb taposógépet keresek, egy nálam porosodó legmagicért cserébe. Ajándék portörlővel. Ajánlatok win-win jeligére. Az ajánlatokat a win-win jeligére várom. Szobabicikli, a törölköző sztárító. A lépcsőház réme, mert heti rendszerességgel rugom szét a lábom benne, az egykezes súlyzó súlyai a legjobb ajtó kitámasztói, mind nagyon kellett egyébként, írt egy hallgató. Itt van egy másik hallgatónk is, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia. Na, ti mit csináltok? Hát a férjem az nagyon lelkes volt, igen? Úgy gondolta, hogy a pocakot azt konkrétan lecsökkenti, hát haverral elmentek edzőterembe, majd ott nyilván a pultos kislány mondta neki, hogy feltétlenül kellene fehérjeport fogyasztani ugye ségformájában edzés után, mert a hatás az úgy lesz az igazi. Na hát a férjem nagyon lelkesen egy olyan jó 20 kiló porral hazaállított, 47 négyzetméteres lakásban lakunk. Nem azt mondom, vedd ki 20 kiló fehérjeport azon. Az olcsó, nem egy kilót veszel belőle. Nagyon jó, nagyon imádom. Ugye, és hát rengeteg doboz, ugye én közben babát vártam, hát ugye tele volt a lakás mindenféle dologgal, majd utána, amikor megszületett a gyerek, kb. 4 alkalommal még volt, nem mondtam, hogy azért szükség lenne azért segítségére, és akkor természetesen erre hivatkozva ő is úgy gondolta, hogy az edzés akkor innentől kezdve abba maradt, de hát a por az maradt a lakásba. Majd innentől kezdve, hát amikor kertészkedett, vagy bármiféle fizikai megterhelésnek tette ki magát, akkor tolt egy fehéreséget. Megnyírtam a füvet, most megiszom a fehéréségemet. És ez így történt. Annyit kivett belőlem ez a rohadt locsolás, hogy dolog most. Most felporciózom a gyerekszobát, addig készítsd el a sékemet. Megamasz 3000-et tolok gyors. Jézusom, de kemény. Bepakolt a mosogatógép, akkor indokolt volt a ségfogyasztás, és hát nyilván elosztogattuk meg odaadtuk ismerősöknek, meg testvéremnek, meg aki komolyabban gondolta ezt a történetet. Azóta elfogyott, de hát költözünk is nagyobb házba, nem tudom, mire számíthatok, mert a gyerek lassan bőrt. Ne enged fehérjeport, ne enged. Ő nagyon jó arc, megmetszettem az aranyesőt, tolok kicsi. Igen, nagyon kemény. Hát most hát egyébként finom is. Egyébként nem rosszak ezek a ségek. Igen, Reni, köszi, hogy elmondtad, kitartás. Köszi, ciao. Hello, hello.
Vettem a párom uncolására 2 éve egy futógépet, mert a Dunaparton nem akarja égetni magát futás közben. Na, ehhez képest, ha jönnek a vendégek, ott szoktak futkorászni rajta, párom pedig lelkiismeretesen törölgeti a port róla. Ezt Robi küldte nekünk. Egyik kedves barátom vette egy fekvenyomó padot, hogy ő majd Stallone lesz. Egy hónap múlva meglátogatom, látom rajta száradnak a zoknik és a pólók. Kérdezem tőle, ennyi volt a gyúrás? Erre, bátya, él lélekben már Stallone vagy. 3 éve volt, ugyanúgy ruhaszállítónak használja a mai napig. Ez Viktor küldte nekünk. Nekem a haspadomon csak a gyerekek csúszdáztak, azóta felnőttek. De a haspad még mindig ott van. Az én 10 kilós súlyzom már csak 5 kiló, mivel megette a rozsda. Kaptuk ezt is SMS-ben. Jó, gyerekek, akkor azért látom, hogy nincs nagy baj. Szóval, hogy nem, vagy egyedül. Nem vagyok egyedül ezzel, de nekem már Jani átveszi a kis húzózkodó rudamat, úgyhogy én azt ingyen odaadom neked. Best of Morning Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Kiállítottak egy múmiát, igen, tehát aranyba öntötték, ülőpózban van, tehát hogy tulajdonképpen... Egy meditáló szerzetesnek a szobra. Egy meditáló szerzetesnek a szobra, így van. Igen, de úgy néz ki kívülről, mintha egyébként egy nagyon szép Buddhát ábrázoló szobor lenne, mondjuk egy kínai ábrázolás. Tudták-e, hogy van-e benne valaki? Egy darabig nem. De aztán valakiben felmerült a gyanú. Hát, ha van benne valaki. Toljuk be a CT-be. De miért tolnám be a CT-be, Lajos? Hát, mert befér. Higgyetek, ezek teljesen laikus kérdések, de szerintem jó kérdések, hogy mikor is kijött rá, hogy ebben a szoborban van valaki. Ugye, mi az alapfelállás, hát, ha valaki nem ismeri a történetet? Egy holland tulajdonos elhozta ide az ő arany szobrocskáját, és ebben az arany szoborban, ugye ez egy múmiát ábrázol, de ugye ezt kiöntötték, vagy leöntötték pontosan arannyal, tehát ennek van egy felületi része, aha, amit elállt, és ebben ugye egyszer csak kiderült, majd megpróbálja kibogozni, hogy mikor, hogy ebben egyébként van egy mumifikálódott szerzetes. Ül valaki. Ebben a szoborban ül valaki. Állítólagosan ugye az történt, hogy ezt a szobrot itt kiállították. A kínaiak egy kicsi falu lakói észrevették, hogy baj van, hogy ez hiányzik. A szobor. Egyel kevesebb meditáló aranyszobruk van. Egyrészt ők hiányoltak egy hasonló szobrot, kettő, rájöttek a tévéből, hogy az a szobor ott a miénk. Aha. Erre a holland tulaj fölhívta a múzeumot, és általában azt mondta, hogy akkor ezt a szobrot nagyon gyorsan meg kéne csomagolni, mert elvinném. De mi azt gondolt, hogy ellopják innen a kínaiak? Tehát miért nem jó ez itt? Hát azért a múzeumban csak őrzik, nem? Hát nem akarta a tulajdonos, hogy olyan nagyon kivizsgálják ezt a szobrot, aha, esetleg megérkezzen egy kínai delegáció, esetleg mondjuk lefoglalják ezt a szobrot, és megállapítsák, hogy ez valóban a kínaiaké. És a kínaiak bejelentkeztek, hogy mi megvizsgálnánk ezt a szobrot, jönnénk. Aha. A tulaj meg gyorsan becsomagoltatta, és elvitte a szobrot. Vélelmezhető, akkor ő tudja, hogy ez egy capszarázás. Érdekes dolog, te laikusként elmész, megnézel egy szobrot, közben az lehet, hogy lopott, lehet, hogy nem is a kiállító tulajdona, szóval hogy ez a kincspiac nagyon-nagyon izgalmas dolog szerintem. Hogy lehet kiállítani egy lopott dolgot? Nekem az is érdekel. Nekem van egy lopott dolgom. Én abból pénzt, tehát én azt odaadom egy magyar múzeumnak. Én azt mondjuk én loptam. Tételezzük fel, ugye nem tudjuk, hogy mi történt, nem állítjuk, hogy lopta, csak kérdéseket teszünk fel. Ez loptam. Nekem van egy papírom erről, hogy kicsi a múmia szobra az enyém. Én egy lopott dolgot kiállítok, és azért nekem egy magyar múzeum fizet egyébként, hogy én egy kétes eredetű műkincset én bárhol, bármikor kiállíthatok. De senki nem ellenőrzi le. Hát szerintem nem. Hát ha te azt mondod, hogy ez a te tulajdonod. Vagy van egy olyan papír a tulajdonodban, hogy amit hamisítottál, hiszen egy orgazdától vetted a szobrodat, akinek nem lehet erről papírja, hogy ő vette. Tehát hamisít egy ilyen papírt, úgyhogy te egy hamis papírral egy lopott szobrot adsz kölcsön egy múzeumnak. Na, érdekes. Érdekes a dolog, szerintem mindjárt megkérdezünk valakit, hogy ne csak így sötétben tapogatózzunk, a múmia világ szóvivőjét. Nagyon jó. Kis Stefán Mónika itt van velünk. Jó reggelt, hello Móni! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Először is. Még mielőtt bármi történt. Még mielőtt tényleg bármi történne. Az van a névjegyeden, hogy a múmia világ szóvivője? Igen, igen. Ez mit jelent pontosan? Mi a múmia világ? A múmia világ kiállításban több mint 30 múmia található 5 földrészről. Mert ugye mindenki azt hiszi, hogy csak Egyiptomban léteznek múmiák, illetve a többség azt gondolja, holott nagyon gazdag anyag van Dél-Amerikából, Óceániából, Európából is. Hát ott a váci múmia. Hát bizony. Az is. Pont 20 éve találták meg őket. Így van, így van. Pont 20 éve találták meg őket is például, úgyhogy hazai magyarországi múmiáink is vannak. Mondjuk a Dél-Amerikából származó múmiák, azok is lopott kínai múmiák? Nem, a Dél-Amerikából származóak nem lopott múmiák, legalábbis még nem tudunk róla.
Úgyhogy igazából még maradt nekünk ott pár darab mumiánk, akiknek nagyon érdekes történeteik vannak. A Buddha szobrunk, ő egy volt a 30, több mint 30 közül, akit nagyon sajnálunk, de ettől függetlenül maradtak még nekünk Csáncsáj múmiáink. Maradtak Pápua Új-Guineából múmiánk. Úgyhogy van még néhány érdekes történet. Milyen volt a hangja annak az embernek, aki felhívott benneteket, és mondta, hogy nagyon gyorsan be kéne ezt a szobrot csomagolni? Remegett, sietett, lövések voltak el a távolba, már éppen verték az ajtaját. Tekerékbe, hullámpapírba. Félt, szekrényből beszélt, vagy üldözték, és közben odaszólt nektek, hogy légy szíves, nagyon gyorsan csomagoljátok be ezt a múmiát, mert ő ezt elvinné. Nem, nagyon határozott volt. Csütörtökön éjszaka hívott fel minket, hogy másnap küld egy szállítóautót. És ő nem a tulajdonos volt, hanem a Holland Asszony Múzeumnak a képviselője, ugyanis mi vele kötöttük a szerződést, nem a tulajdonossal. A tulajdonost azt se tudjuk kicsoda, az ő nevét nem ismerik, úgyhogy ha megkínoznak a kínaiak, se tudom elárulni. Majd a tulajdonos nevét. Jó, figyelj, Móni, ha eltűnsz, mi keresünk, ezt ígérhetem. Ezen beszélgetés után egy ideig mi keresni fogunk, mert abban a kínaiak keze lesz. Tehát, hogy te sok mindent tudsz az ügyről, ha neked most lábad kél, és te eltűnsz, ígérhetem, hogy mi keresünk. És akkor hogy vagy ti? Kaptok egy papírt az eredeti igazolva, mondjuk egy ilyen műkincsnek, tehát a múzeum elküldi, a mi tulajdonunk van, ti ezt ellenőrzitek, és megérkezik maga a múmia, ez a hivatalos út? Ennek a hivatalos útja az volt, hogy maga ez a kollekció, ez a több mint 30 múmiából álló kiállítás, ugye ez egy vándor kiállítás. Ennek az értéke iszonyú nagy, ezt mi ki se tudtuk volna fizetni, viszont mi kölcsön adtunk Amerikába. Nem, jaj nem. Mi Nem, hanem mivel, hogy jól mondtátok, hogy a váci múmiáink is közöttük vannak, ezért mi ingyen megkaphattuk minden díjmentesen ezt a kollekciót. Aha, tehát ez egy cserekiállítás. Így van, meg a mi múmiáink, a váciaink is mennek tovább. Ki jött rá arra, hogy ebben ember van? Mert szerintem ez nem volt tudatos. Hogy én nem arra van. A pontra lennék kíváncsi, hogy egyszer csak erre valaki rájött, hogy ebben van valaki. Tudjátok, hogy az hogy történt? Ez úgy történt, hogy amikor a holland tulajdonos megvásárolta ezt az aranyozott szobrot, akkor ő még nem is tudta, hogy ebben egy múmia van. Tudtam, megvásárolta, nagyon szép Buddha szobor volt, és gondolom kitette a nappaliába, vagy bárhová is. Majd jóhiszeműen odaadta az Asszony Múzeumnak egy kiállításra. Akiknek feltűnt, ugye ők az emberek, és nézegették ott a szobrot, hogy valami rés van alul a szobor alatt. És akkor egy CT alávetették, röntgenezték, és ekkor látták meg, hogy ebben nézegették, egy rázogatták. És ebben, hogy egy múmia van. És utána C14-es vizsgálatot csináltak rajta, amiből kiderült, hogy valóban egy 1100-as évekből való 30-40 éves szerzetes múmiája van benne. Mondjuk óriási a sztori. Tehát, hogy nem is tudták, akkor jól sejtettem, hogy ezt nem is tudták egyébként, hogy ebben van valaki. Maga a tulajdonos se tudta. Uh-huh. És ezt ki sem bontották soha a szobrot? Tehát a múmiát még nem is látta? Nem. A CT felvételeket látjuk, a röntgen felvételeket látjuk, hogy is helyezkedik el benne. Na, most, hogyha én eredeti tulajdonosa vagyok ennek a múmiának, és kölcsönadom, akkor nekem nem kell egy papírt adni nektek, vagy a másik múzeumnak, hogy jó napot kívánok, Rákóczi Ferenc múmia tulajdonos vagyok. Nincs ilyen? De a tulajdonos abszolút legális. Szóval amikor mi megkérdeztük, mert nyilván amikor hozzánk kerül egy-egy ilyen alkotás. Akkor megkérdezik, hogy loptátok? Fogadunk be, ami legális. Tehát nektek a múzeum ilyenkor gondolom elküld valamilyen papírt. Mikortól legális? Tehát honnan lesz legális a dolog? Hát ha a múzeum elküldi, hogy az övék, vagy ismerik a tulajdonos. Akkor én miért is járjak utána, hogy vajon és előtte, mert ez több száz évre visszavezethető lenne, de mivel az utolsó szerződő fél, akivel ugye mi kötöttük a szerződést, megmutatta a papírt, hogy abszolút legális az egész, meg azért felvetődik a gondolat, hogy szerintetek a tulajdonos, hogyha tudta volna, hogy ez lopott, akkor körbeadja egy európai igen, vagy jogos. Azért nem utaztatod nagyon a lopott műkincsedet, hogy még elviszed négy múzeumban. A kínaiak kiszúrták a tudósítást, ami itt készült nálunk, hogy ott a szobrunk? Egy holland blogba megjelent, mert a Mongóliában találta körülbelül egy hónapja egy ilyen szerzetes múmiát. Minden szobor nélkül, csak magát a belsejét. És akkor egy holland blogba írtak, hogy itt Budapesten is tudnak egy ilyen buddhista szerzetes múmiát, és erre figyeltek fel igazából a kínaiak. Aztán amikor most pénteken ugye elvitték a szobrunkat, megjelentek egy ilyen kínai stáb,
akik ugye nagyon tisztelettudóak, és azt mondták, hogy az egész mumiavilág kiállításra kíváncsiak. És akkor mi naivan 2 órán keresztül vezettük őket, megmutattuk nekik a láti múmiánkat, ugye, akit egy élesztős dobozba tett egy rendőr, amikor megtalálta, megmutattuk. Milyen gondoskodó volt. Ja, az azért, hogy kerülhetett egy élesztős dobozba egy múmia. Igen, de a kínaiak már azért jöttek, hogy eljussanak az előbb említett szoborhoz. Aha, kis ők már jöttek megfigyelni, hogy vajon az övéke a szobor? Igen, és akkor végigvezettük őket a csáncsáj múmián, végigvezettük a csincsoró múmián, mindent részletesen elmondtuk, és csak hallgatták, bólogattak, és a végén odaértünk az Ázsia részhez, és azt kérdezték, és ki a tulajdonosa? És hogy került? Aha, tehát már egy kínai delegáció jött lenyomozni a múmiát. Oda mentek az üveghez, kapargatták, kopogtatták, felemelték az üveget, megpróbáltak alánézni. Nem emelhették fel nyilván. Aha. De nagyon nézegették, nagyon vizsgálgatták, de és én már azóta én is olvastam erről nyilván, és már azt olvastam, hogy már tudják, bizton tudják, hogy ez ugyanaz az alkotás, amit ugye Kínából elloptak. A holland tulajdonos amúgy kezdeményezi a vizsgálatot, mert szeretné magát tisztázni. Lehet, hogy tégla van köztetek? Ezzel kéne megnézni, ki jelent a kínaiaknak. Igen. Az értéket nagyjából ennek felbecsülhetjük? Vagy lehet egy nem. Tehát, hogy ekkor szokták mondani, hogy felbecsülhetjük. Na jó, de valamennyiért az emberünk meg tudta ezt venni, hogy ennek 1 millió dollár, 1 millió euró, 500 000. Nem is volt benne a múmia. Csak hogy körülbelül egy ilyen 100 éves, 1000 éves aranybutha szobor, körülbelül a műkincs piacon, ha egyszer mondjuk nekem eladnának egyet, akkor mitől válik majd ez gyanúsá, hogy nem az eredeti összeget kéri, vagy megközelítőleg mennyi ennek az értéke? Vagy hasonló szobor? A műkincskereskedő tudna igazából megmondani, aha, vagy aki abszolút ezzel foglalkozik. Ezt én nem tudom. Meg kivesz meg egy lakott házat, nem? Hát úgy érted. Azért mászom bele a kis aranybutha szobroma, és ott már van valaki, ha nem csináltam jó bizniszt. De azért az se jellemző, hogy egy nap alatt be kell csomagolni és elvinni. Tehát azért azt gondolom, ez egy rendes csomagolás, előkészítés, ez nem csak ez, gyere Józsi, rak be a dobozba, mert itt van már DLS, és már visszük el. Tehát hogy azért ez nem így működik, nem? Igen, ez elég speciális amúgy, mert általában a kurátorok, a múzeum kurátorai is szokták kicsomagolni és becsomagolni a tárgyakat, de nem is a mi szakembereink, hanem jött a holland, és akkor ő csomagolta ki, és eredetileg úgy lett volna, hogy ő is csomagolja be. De hát milyen ilyen gyorsan elvitték, meg gondolom, biztonságban szerette volna tudni a tulajdonos. És minél hamarabb szerette volna ugye, hogy kivizsgálják, hogy igazából lopott-e, vagy sem, vagy-e, ez az-e, vagy sem. Sola bácsi, most tudjuk, hogy merre kallódik szegényként? Most visszament nem tudni. Hát Hollandiában. Aha, felszívódott. Ennyit tudunk, de ugye nem, azért nem maradtam így munkanélkül, hogy elment a Bután. Hát nyilván persze, van egy csomó, mert hogy például mondom, a láti múmiáink nagyon érdekesek. De helyes vagy, hogy itt tolod ezt a lápi múmiát. Nagyon jó, hagyjuk a kínaiakat, viszont itt van a lápi múmia, még egyszer mondom, a lápi múmia. Én elmegyek, megnézem, ha ez megnyugtat. Most már tényleg tiszteletből én is oda megyek. Egy rendkívüli tárlatvezetést tartanánk nektek. Nyilván azt kívánjuk, hogy ahhoz kerüljön vissza, aki a jogos tulajdonosa ennek. És mondom, ez több hét tart, még ez kiderült. Mónika, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. A szeretettel várlak benneteket, akkor a el is megyünk. El is megyünk. Esetleg még valamit a lápi múmiáról gyorsan? A csáncsáj múmiákról tudjuk. Vajon mit szorongat a kezében a csáncsáj múmia? Maradjon ez titok, oda megyünk és megnézzük. Attól függ, hogy kis vagy nagy dolog. Attól függ, hogy mit adunk a kezébe. Így van. Mónika, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen, Kis Stefán Mónikának. Köszönjük. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Vendégünk van, itt a stúdióban, megérkezett hozzánk Hajnóczi Soma, a bűvész illúzionista. Jó reggelt! Hello! Ciao! Szia! Kétszeres bűvész világbajnok vagy? Ezt olvasom, jól látom? Igen, stimmel. Tényleg? Igen. Hol nyertél ezt? Helyileg hol nyeri meg? Pekingben. Pekingben nyertem 2009-ben.
és rögtön dupláztam, mert a bűvész világbajnokság, ami minden három évente van, az úgy néz ki, hogy egy hétig megy a verseny. 8 kategóriában osztanak első helyet, és a hét végén az összes kategória világbajnoka megmérettetik egy nagy döntőben, és ezért adnak ki egy Grand Prix díjat. És azt is behúztad. Azt is én kaptam, igen. Abszolút kategóriában. Ez az új generáció. Figyelj, az új generáció, a Dynamo, meg akiket így látunk interneten, vannak elég nagy nevek, akik repkednek, meg nem tudom miket csinálnak. Láttam én is egy-kettőt, csak elfelejtettem. Ők inkább bűvészek, vagy illúzionisták? Hát az illúzionista az egyfajta bűvész. Az illúzionista az a bűvész, aki mondjuk ketté vágja a nőt, vagy megjelentetni az oroszlánt a nagy ketrecben. Tehát ez a színpadi illúzió, mint olyan, az egy kategóriája a bűvészetnek, ugye ez a nagy csomag. Tehát a Dynamo is egy bűvész, ő egy angol bűvész egyébként, aki hát nagyon befutott, és egyébként szerintem tök jó, amit csinál, ugye ez a nagyon kis menő ilyen leszakadt utcai punk fiút alakítja, aki a megy az utcán, és akkor elvarázsol mindenkit, meg ilyen hihetetlen dolgokat mutat, és igazából nagyon jót tett a szakmának, mert ugye egyre többen érdeklődnek, meg hívnak bűvészt. De a srác tényleg jó, vagy statkokkal dolgozik, és az egész egy leszervezett jelenet, amit látunk mondjuk interneten? Nem feltétlenül. Nyilván a televíziós bűvészetben azért hát van egy-két olyan fajta csavar, amit nem szeretnek belátni az emberek, hogy tényleg van, vagy a bűvészek, de alapvetően azért nem hazugság, és nem olyan típusú televíziós átverés az egész, mint amit sokan gondolhatnak. Figyelj, ha most elővarázsolod nekem Kummeriáton Marcsikát, akkor hiszem, hogy megy. Hogy te vagy a legnagyobb, komolyan. Az ország egy nagy része örülne neki, ha most egy Marcsikát elő tudnád varázsolni egyébként. Az nagy mutatvány lenne. Nem? Gondold el, hogy ezt behúznád. Én nem akarlak trükkökkel faggatni, még nem is mondd el, hogy mit hogy csinálják, csak azokat a nyomorúságos galambokat hova teszitek az ingújatokba? Tehát, hogy élik túl azok a madarak? Mondd meg nekem őszintén. Hát én speciál nem dolgozok állatokkal. Helyes. Mert nem szeretem, hogyha összeszarják az akumat belülről. Na, abszolút érzető indom. Vagy ez jó, de én ezt bírom. Tényleg, valahol kicsit jó is, de nyomorult is, hogy ilyen fél galamb, fél van galambot próbál a fényel megbírkozni, mert akkor varázsolták elő egy zakumot. Nem, hát itt szegények tényleg, tehát ez nem kényelmes nekik, meg ezek az állatoknak nem jó, úgyhogy... Ezeket te kitalálod, vagy egymástól veszitek át, vagy van egy ötleted, és abból csinálsz egy trükköt, vagy van egy nagy Rodolfo doboz, most nyilván idézőjelesen kérdezek ilyen hülyén, ahol az összes trükk benne van, vagy ti szülitek ezeket a trükköket, és dolgozzátok ki úgy, hogy az megállja a helyét színpadon. Hát azért a bűvészet egy olyan műfaj, ahol láthatunk sok bűvészt hasonló trükköket csinálni. Ennek ugye az oka, hogy mindig fel kell hozzá találni egy kelléket. Tehát, hogyha csak hogy lefordítsam, hogyha a zongorista mindig, amikor megírna egy szonátát, fel kéne találni hozzá a zongorát, az nem lenne egy nagyon könnyű feladat. Ezért van az, hogy tényleg sok bűvész hasonló dolgokat csinál. De hát nyilván vannak újítók is a szakmában, én is mindig megpróbálok új dolgokkal foglalkozni, új dolgokat mutatni, és szerintem ahhoz, hogy valaki világbajnokságot... Galamb helyett húzokkal. Gyöngyúkat. Hogy mindig új dolgokat hát hozzon. Szóval szerintem az, hogy ahhoz, hogy valaki nagy világversenyt nyerjen bármilyet, az muszáj, hogy a laikus szakma és a laikus közönség és a szakma számára is újat tudjon mutatni. De lehet, hogy hülye kérdés, de el tudod mondani, mi volt a produkció, amivel nyertél? Nyilván megmutatni nem tudjuk, hogy mit csináltál. Ez egy karakterszám volt színpadon, én egy üzletembert alakítok, egy 10 perces kis sztori igazából, és mindenki számára ismert ilyen hétköznapi kellékekkel bűvészkedtem, tehát mobiltelefonok, aktatáska, újságpapír, pénzek, és ettől lett nagyon életközeli, hogy minden rozsdamentes étkészlete, főzőedények, amiket meg is lehet vásárolni, természetesen. Hú, az Ellen DeGeneres-nek a showjában láttam most egy bűvészek, egy iPad-del bűvészkedett, azt nem láttad véletlenül? Igen, őt úgy hívják, hogy Simon Pierro egyébként, jó haverom. Komolyan? Stuttgart is rác, igen. Elég sokat dolgoztunk együtt. Nem emlékszem rá pontosan, mert beült az Ellen DeGeneres, és fogott egy iPad-et, és az iPad-en keresztül, tehát az iPad-ből kivarázsolt egy kártyát, láttad az iPad monitorján, hogy elindul a kártya, az megjelent élőben, visszadugta, az megjelent a monitoron, és minden egyszerre történt magán a monitoron, és történt egyszer élőben a stúdióban. Zseniális volt. Zseniális volt. Nagyon jó a srác egyébként. És egyébként programozó matematikusnak készül nyilván, mi? De akkor ezt láttad ezt láttam tőle, igen. Hát ő mint az iPad Magician így nyomja, ugye most már évek óta, és elég sok jó pufa dolga van. Azért már tényleg nem ez a galambot a kalapból tart, ahol mi kicsit le vagyunk ragadva, nem? Tehát az iPad Magician, és a csávó bejön egy iPad, és olyat csinál, hogy megmutatom, besírtok rajta egyébként. De ez jó, egyébként, hogy specializálódik egy nagyon menő cuccra. Van esetleg Vantage Easy Man? Ericsson 198 men. Na, nyilván ugye azért is jöttél, hogy egy-két dolgot itt bemutassál nekünk. Melyik típusú bűvészetet akarod most megmutatni? Elővarázsolsz valamit, beültetsz gondolatot a fejünkbe, vagy az teljesen más? Ez a gondolatbeültetés, meg nem tudom, hogy itthon csináltak, és az Uri Gellernek volt egy sója, az nem teljesen bűvészkedés. Vagy az is a bűvészkedés? Teljesen bűvészkedés. Igen? Hát persze, hát...
Igen, ott mind az összes induló mentalista, ugye a bűvész volt a mentalista, mint olyan, az egy, a bűvésznek egy fajtája, sőt a világbajnokságon lehet indulni a mentalista kategóriában is, tehát ez is egy kategória, hogy ez teljes mértékben bűvészet, aki azt hiszi, hogy a kanálhajlítás meg gondolatolvasás így a ilyen show keretén belül az... Az Uri nem hajlít kanalat? Én láttam egyszer, amikor itt volt forgatni, hogy bement a TV2 konyhájára, elkérte egy rohadt nagy merő kanalat, mert ő forgatott ugye a TV2-ben, és basszus, tényleg meghajlotta, egy olyan mozsár ágyú szintű merő kanalat hajlított meg, ő azt erőben eltekeri akkor? Hát erre megvannak a módszerek, de ez mind bűvésztrükk. Tehát... Aha. És ti nem mondjátok el, tehát te nem mondod el az ő trükkjét. És... Hát nem tehetem, a milyen lenne az, hogy elmondanám a trükkjét itt élőadásban. Van egy maszkos csávó a Coolon, aki az összes trükköt leleplezi. Hmm. Ez egy viszonylag régi sztori, igen, őt úgy hívják, hogy Valerino. Na legnagyobb csávó. Nem él. A bűvészek kinyírták. Maszkban az összes trükköt leleplezi. Én éveken keresztül néztem a Coolon, imádtam, elmondja, hogy hogy vágják félbe a nőt, hogy akasztanak, hogy az összes trükköt félbe. Ti bűvészek egy ilyen palit gyűlölhettek, gondolom, nem? Hát alapvetően szerintem az a közvélekedés, hogy ez a csávú égen elélve, de én azt mondom egyébként pont amiatt, hogy annyi embert mozgatott ez meg, és szerintem annyian kezdtek el bűvészkedni emiatt, hogy igazából ez is egy nagyon jó reklám volt a bűvészetnek, és a Balázs, téged most megkérdeznélek, hogy hány trükkre emlékszel, hogy Isten igazából, hogy mi volt a megoldás, szerintem nem tudnál túl sokat fel. Nem. Pont azért mondom, hogy ez igazából egy reklám volt. Kicsit csalódás volt, hogy tényleg nem vágják félbe azt a nőt, és egy műláb mozog a ládába, amikor ott megmutatták meg, hogy vannak ezek az akasztások, de nem. Senki, senki megmondani, hogy az Uri Geller hogy tudta azt megcsinálni, hogy amikor benn volt a TV2-nél, a büféből összekeverte a svábi kérdéseit, amit az Orbán interjúhoz felé. Soha senki nem fogja. Van olyan trükk, aminek még te sem tudod a megoldását, nézed tévébe, ott vagy Vegasban, egy bűvészvilágban, és azt mondta, hogy basszus, ez jó, nem tudom, hogy csinálta? Ritkán van, de nekem nagyon átalakulta, mert ugye ezért kezd el valaki bűvészkedni, hogy nagyon kíváncsi a trükkök megoldására, nem alszik emiatt mondjuk, és elkezdi őket megtanulni, és egyre több trükköt tud, és aztán így lesz valakiből bűvész. Ez nem teljesen átalakult, tehát én néha látok ilyet, amit nem tudok. Igazából már nem annyira érdekel, mert viszont annyi mindent tudok. Számomra igazából a színház, a mozgás, a zenehasználat, a nézőkkel való kommunikáció, interakció, tehát ezek a fontos lényegi dolgok, és ezek tudnak igazából elvarázsolni. De volt Rodolfo bűvészdobozom? Volt, hajaj! Micsoda, én tudom, hogy kell a Rodolfo bűvészdobozból a tojást eltüntetni. Aha. Tudod, hogy kell? Berakod a kehelybe a tojást, de az a tojás az nem egy tojás, csak egy fél tojás. És egy mozdulattal a fél tojást visszahajlítod a kehelybe. Ászánja, úristen! Ráfújattam a nagymamámmal, és eltűnt a tojás. És a tojás benne volt a kehelybe. És a nagyim nézett, hogy... A telepen olyan menő voltam valahol. Tényleg, most ugrik be, tényleg! A tojás eltüntetése kehelyben. Fúj rá, eltűnik a tojás. És egy mozdulattal belenyomtad a tojást vissza a kehelybe. Volt akkor ilyened? Volt, hajaj. Nagyon. Tojás kehely, úgy. Tojás kehely! Tojás. Érzed a kreatív elnevezését a dolognak. Besírtak rajta a szülei, meg mindenki. Ott a lépcsőházba mindenkit megállítottam. Jó, mondták, Balikám, menj, majd adszom meg. Nem mondták, hogy van még benne 99 trükk? Nem, még volt egy olyan is, ami egy spárga volt, és meghúztad, és rongyot csináltál belőle. És ugye egy ilyen anyagban volt benne a rongy, azt széthúztad, és egy ilyen vörös kendő lett belőle, azt visszahúztad, és egy ilyen egyenesen álló. Nagyon megkúsztad rádiós szemináriumot tart a kedves hallgatók. De ő legalább értette, nekem volt, semmit nem értettem belőle, egyedül a karikát használtam, ráraktam egy hosszába macskára, és ilyen hülyén kezdett el tőle menni, mert érezte, hogy van rajta valami, na ennyi volt. De azért ez mégiscsak érdekel, amikor eltüntetik a New York-i szabadságszobrot, meg a Copperfield átmegy a kínai nagyfalon, hogy általában azt például tükrökkel csinálja, hogy úgy állít be tükröket, hogy azt tükröződjön neked vissza, hogy nincs ott a szobor, és így tud eltüntetni. Nem, ez nem így volt. Nem? A szabadságszobor eltüntetés, most nem mondanám el, de bárki rákereshet bármilyen keresőmotoron, ez fent van neten a megoldása. Ezek igazából nem klasszikus értelembe vett trükkök, ezek azért jók ugye minden bűvésznek, hogy nagyon sokat beszéljenek róluk, és még 10 évvel később is ezt emlegessék, meg az ő nevét emlegessék ennek kapcsán. De ezek nem annyira nagyon bonyolult dolgok igazából. És nem tükrök. És nem tükrök. Vagy alaki írja, egyébként tök igaza van, Marika a legnagyobb bűvész, 20 milliárdot és önmagát is. Igen. Ezt csináljátok utána egy bűvész világbajnokságot. És százak nyomoznak utána, de még én nem tudok rájönni, hogy mi volt. Igen. A trükk. Na, láthatunk valamit, Soma? Láthattok. Hát ez padhelyzet ugye a rádióban, hogy lehet bűvészkedni. Ez nem egy egyszerű élethelyzet, igen. De majd ti lehet leközvetítünk. Majd úgy csinálunk, mintha jó lenne. Feri, nézd. A piros dobozból. Hoztam egy piros dobozt, odaadom neked, egyelőre ne bántsd, jó, ezt leteszem mellé. Hozunk egy számológépet, és egy-két ugye van ilyen beépített számológép minden telefonon.
Jani, egy ötjegyű bármilyen számot pötyök be a számológépbe, látható, hogy már láttam, hogy nem gond. Ötjegyű, tudod, ötig. Ötjegyű. Érintőképernyő, Jani, ne ijedj meg, nincsenek rajta gombok. Ez a vagy én össze. Kettő, három, öt. Ja. Négy. Szuper. Jó, meg a... Átjövünk ide a Ferihez. Igen. Jó, meg a szorzás gombot, jó? Jó, csak mondom, hogy Jani beütött egy ötjegyű számot. Feri megszorozza. Ötjegyű számot. Három, négy, öt. Még egy, mondjuk egy osztást, jó? Most szuper, átjövök hozzád, és akkor még egy ötjegyű számot, jó? Jó. Mi van? Na várjál, kíváncsi vagyok. Akkor szoroztunk, osztottunk egy egyenlőségi jelet, hogyha nyomnál, és kijött egy számunk, ez 16454,967. És erre gondoltál! Ha kerekítenénk, ez 16455 lenne, ez felírod a pici papírra? 16455, Feri fölírta. Jó, azt itt is hagyom nektek, meg lehet nézni, jó. Tehát tényleg ez a beépített számológép, ti nyomkodtátok végig. Itt volt ez a piros doboz. Igen. Igen. Nem nyúltam hozzá. Nem. Én gimi és egyetem alatt ebbe gyűjtöttem a kis zseppénzemet mindig. Ja, hagyjuk ezt a hülye bűvész dumát. Figyelj, figyelj, figyelj. Jaj, jó, ez a nagyon rossz felvezetése. Ahogy gyűjtöttem, édesanyám mindig adott egy százast, én azt nagyon mindig beletettem. De most elhoztam az összeset nektek, és valami igazival elvarásolnak. Na, de a lényeg az, hogy nem nyúlok hozzá ez a dobozhoz, felírtad a számot, nyisd ki, pénzt fogsz találni benne, számold meg, hogy mennyi az a pénz. Ne. 10, 15, 16 ezer. Ne. 455. És az van az annyi. Annyi van benne. Nem. Nem. Nem zavar a taps. Nem, nem azért mondom, nem zavar a taps. Tapsold meg. Ezt most megérdemli. Nem. És nagyon köszönjük a készpénzt a Janival. Ugye, nem. Akkor... Vetted, nem igaz. Ezt vetted, Viki? Ez gyerekek, ez jó. Én most ennek tényleg bedőlsz ennek... Azért nem a Budapest TV öcsém, hallod? De elment most... mellettünk a világ. Tényleg bedőlsz ennek a trükknek? Én be? Én ennyire amatőrök nem lehettek, gyerekek. Én ezt megkajáltam. Ez egy nagyon szép trükk volt. Hát én komolyan mondom, én ezt most ugyanígy, ugyanígy. Jani, mi, nekünk ott álljunk meg az elsősorban, hát, miért benyaljuk? Benyeltem, mint Stalerica a paripát. Ilyen nem valószínűleg az, mert ugye, mint Stalerica a paripát. Figyelj, jó, ezt nem hiszem el. Én ezt szerettem. Na most az elsőnél még ott agyalgattam, hogy mik legyenek a számok, a másodiknál így begépeltem, és nem lehet. És ott van a kezedben a telefon, megnézheted, tehát ez nem egy speciális applikáció, vagy tehát ez a számológép app, ami minden telefonon rajta van. Most az lenne a feladat, hogy tegyetek le minket Janival egy lakatlan szigeten, és addig nem láthatjátok a családotokat, és nem kaptok enni, inni, amíg ti ketten meg nem fejtitek ezt a trükköt, hogy ez hogy van. János, azért hogy ott rohadnánk meg azon a szigeten. Csak az lenne a kérdés, hogy melyikünk ássa el melyikünket. Soha büdös életben nem találnám ki. Soha nem jönnék rá. Hoztál kártyát? De nincs egy ilyen szimpla kártya trükköd? Jó, csináljunk egy szimpla kártya. Na, valami. Jaj, nem, most a kártya trükköket. Utálom ezt az álszerénységet. Figyelj, gyerekek, hát azért egy háromszoros világbajnokról beszélünk. Ilyet csináljál már, tudod, egyikből a másik. Új, de jó! Na, ezt tanuljuk már. Ezt te tudsz ilyet? Nem, én pókereztem sokat, de nem ismerem ezeket, amikor így... Rádióban olyan hangja van, mint egy nagyot beleszelentettünk volna szerintem a mikrofonba. Egyébként igen, jól néz ki, ugye széthúzod a kezedet, és az egyik kezedből átszáll a pakli a másik kezedbe. Egy csomag kártya. Igen. Várjál, ez a trükkös csomag, ezt elteszem. Nézd meg, keverd meg, vizsgáld meg, minden lap más egy hagyományos csomag kártyáról van szó. Az alap, hogy minden bűvész tudjon kártyatrükket, tehát innen indul, hogy ezeket megtanulod, miközben felkever. Azért egy nyilvánvalóan, tehát hogy ez egy jó választás az elején, mert ugye kártyája mindenkinek van, és trükköket rengeteg. Meg kell gondolom, a kézügyességedet kell fejleszteni, eltüntetni, elővarázsolni, tehát ez baromi nagy kézügyesség is kell, nem? Igen, közben itt imádkozok, Feri el ne dobja az összes kártyát a földre. Feri, te keversz, jó van. Ez a kártyaromboló keverés, köszi szépen. Igen, megkevertük, nagyon jó. Jó, és annyira szeretnélek kérni, hogy csinálok ilyen szép legyezőt neked, egy lapot, bármelyiket válasz ki. Én ne lássam, nézd meg, jegyezd meg, a többiek megnézhetik. Aha. Megnéztem. Jó. A PIK 7-es. Szuper. Ja. Igen. Vissza. Nagyon egyszerű dolgot fogunk csinálni. Egyetlen egy kérdésem lesz. Szétdobáltam. Hát erre mondják, hogy jó a kiejtésem. Aha. Figyelj, egyetlen egy kérdésem lesz, arra kéne egy igen vagy nem válasz, jó? Aha. Menni fog? Hát megpróbálom. Oké. Okay. Mehet? Írd fel. Ez nem az volt. Ja, igen. Igen, nem. Károly, mi ez? Károly 8-as. Nem. Ez az, ez Károly 8-as. Ez a Károly 8. De figyelj, kezdesz fel. Nézd. Fordítva. Ja, úgy nagyon jó. Megfűk a 8-ast, beteszem a kezedbe, most jön az érdekes része, nézd. Aha. Egy, kettő. Érezted? Nagyon. Ugye? Nagyon. Aha. Érezted. Igen. Én nem akarok hozzányúlni a 8-ashoz, amit betettem a kezed. Fordítsd meg.
Ne, ne! Piros szív, hatos! Én ezeket felhúzom magam. Az a baj, nekem most ki kell mennem, mert megáll az agyam. Következő történt, csak mondjuk el a hallgatóknak. Soma valójában tényleg a Káró 8-as tette be a Feri kezébe, a paklit leválasztotta, egy darab kártya maradt a kezében, úgy csinált, mint a ráfújt volna, gyerekkorom ez a ráfújás volt a kedvencem, nem nyúlt hozzá, meg fölhúzta a kártyát, vagy elővette a kezéből, Feri kezéből, és ott volt a körhatos. Most már megkeresem ezt a 4x8-asat, hogy mondjátok ti, ez Káró 8? Vedd közle a szemét. Hol van? Az egy másik műsor, Hol tette? Hova tette? Hallod? Ez a volt? Ez a Káró? Az a Káró Feri, igen, a kocka, fordított égessük kocka. Meg boszorkány. Azt, és ez egy alaptrükknek számít? Tehát ezt körülbelül, hogy én elkezdenék bűvészkedni, egy hét után ezt meg tudnám csinálni, hogy lerakok a Jani kezébe egy kártyát, ráfújok nyilván, és az a kártya átváltozik? Nem tudom, miről beszélsz, ez varázslat, kérlek. Meg ha mi trükköt csinálnak, érde, ráfújnál a lapra, és valószínűleg felkapná a szellőt, és beleállna a szemembe a sarkával. Tehát, hogy mi nem tudunk ilyeneket csinálni, ez nekünk nem megy. De ezt tette bele a kezembe. Hogy? Nem tudom, ezeket nem tudom. Ez a szép benne, hogy nem szabad ezeket megérteni. Hány trükk van a fejedben körülbelül? Nem tudom, hány könyvet olvastál vala? Tehát ez... Mondjuk ez az én esetemben azért ez nem túl bonyolult kérdés. Egyet azt is csak a felé, mert rohadt vastag volt. Hogy, sok, nyilván. Kártyabűvészetnél inkább fogásokról beszélünk, és az ember milyen köntösbe csomagolja ezt be, és hogy kombinálja ezeket a fogásokat, úgy gyakorlatilag bármennyi trükköt ki lehet találni, milyen sztorival adod elő, hogy tényleg a lehetőségek végtelen lehetőségek tárházára. Az emberek egyébként komolyan vennek, amikor ki komolyan vesznek, amikor kimond, hogy bűvész vagy? Vagy legyintenek? Mert ez egy felnőtt pasi bűvészkedik, aztán az elolvasom a díjaidat, és brutális, hogy tényleg háromszoros világbajnok, Vegasban, nem tudom, Svájcban, hihetetlen díjak. De hogy amikor ezt bemondod, hogy bűvész vagy, akkor mindenki kicsit legyint, vagy azért értik azt, hogy ez miről szól? Hát van, aki egy picit úgy viccesnek találja. Igen, tehát olyan... De annál jobb, tehát annál lejjebb vannak ugye az elvárások, és hát nagyon könnyű megtörni az embereket ugye egy-egy csodával, egy-egy ilyen trükkel. És... De akkor te vagy az a pali, akit karácsonykor két tojáslikőr után mindenki körbeáll, nem? Hát az asztalnál, hogy na, soha még egyet, nagypapa már nagyon részeg vagy, hagyd már a somát. Hát a céges rendezvények december elég az elég van. Tüntesd el a nagyanyád, tüntesd már el! Rohadtul elegem mondanom. 30 év után. Jaj, de közben válasz céges rendezvényeket is. Hát persze. Miről adsz le számlát? Hadsz le. Mi az SZJ szám? Hát de most egy van olyan, hogy bűvész. Művészeti tevékenység. Arvadt élet, de ezek jók voltak. Saját trükkez, vagy ezt például valahol láttad és megtanultad? Ez a egy kártyából hogy varázsolunk? Mondom, ezek igazából fogások, tehát ugye bűvészet szempontból nagyon máshogy néz ki. Nyilván én magam módján adom ezeket elő, hogy másról látod, kicsit máshogy csinálja. De ez egy alaptrükk akkor ezek szerint, amit aztán... Ez egy alaptrükk. Ezek is pénzes, amit láttatok, hogy itten összeszoroztátok, hogy mi lesz a dobozban. Az például egy ilyen saját kombinációs ötlet volt. Tehát... Te miért nem indultál be az Uri Geller műsorra, hogy akkor hol voltál? Még fiatal voltál, mikor Pantera, kik voltak a nevek? Danny Blue, hát neki köszönhetjük Danny Blue. Pantera. Én is gondolkoztam, hogy felvegyem a Soma Gold nevet, de aztán... Soma Gold, igen. És akkor mondták, hogy Pantera, a színpárdá tiéd, mondta az Uri. És akkor egyébként volt egy-két jó trükk. Csináltak egy-két jót. Hát ez nem az én műfajom azért, tehát ott konkrétan meg lett mondva, hogy viccelődni nem szabad a színpadon, halálkom olyan elő kell adni, hogy mi tényleg gondolatot olvasunk, és én mondtam, hogy én köszönöm, de ebből nem szeretnék. Tehát én... Ha most céges rendezvényekre mondjuk nem járnál, akkor mint bűvész ebből meg lehet élni? Tehát díjazzák ezt annyira egy világbajnokságon, hogy azt mondtad, hogy minden éven nyerek egy VB-t, és abból én meg vagyok? Hát három évente van eleve. Azt mondta, bocsánat. Semmi gond. De meg lehet. Hát én ott ugye én megnyertem a VB-t, és utána hát én több mint 150 külföldi út volt a utóbbi 6 évben, 35 országban voltam fellépni, tehát belekerültem egy olyan, tehát a krémjébe a szakmának, egy olyan körforgásba, ami hát engem igazából visz világszerte mindenhova. Úgyhogy igen, nem panaszkodok. Világszerte ez fellépés, hogy ezek önálló estek, mondjuk valahol Malajziában, egy szállodában? Van, hogy önálló estek, van, hogy varieté műsorok, tévéműsorok, gála műsorok, szakmai kongresszusok, én nagyon sokat tartok szemináriumokat mindenfelé a világban, tehát elég sok mindent csinálok. A szemináriumban az mit jelent, hogy elmondod, hogy áll össze egy trükk? Ezek szakmai szemináriumok, én leginkább a zene és a bűvészet kapcsolatáról beszélek, most írok éppen egy könyvet egyébként a témáról, hogy közben... Már hiányos a pakli. Feri bűvészkedik. Megpróbáltam megkeverni a pakli, de Feri, annyira azért nem.
nekem van még hova fejlődni. Jó, két-három év ilyen tempóban tehetséges kezdő lett belőle. Tehát, hogy a zene és a bűvészet kapcsolatáról, hogy egy sót hogy építesz föl, és milyen zenét teszel mellé. Milyen különböző bűvész műfajokhoz milyen zenét használj, hogy gyakorolj rá, hogy megnéztük a jogi hátterét a dolgoknak, a zenefelismerő szoftvereket, hangosító rendszereket, szóval nagyon sok mindent megvizsgáltunk a könyvben, és hát rengeteg jó embertől kaptam, szakmailag prominens embertől kaptam interjút, többek között a Johnny Spinától is, aki a Copperfieldnek volt 15 évig a művészeti vezetője. Johnny Spina? Igen, szegény, tavaly halt meg, nagyon beteg volt pár évig, de még mielőtt meghalt, adott egy interjút a könyvhöz, amiért nagyon hálás vagyok neki a mai napig. Azt hittem, hogy ráthagyta a titkok könyvét, és ott elmondta, hogy nézd Soma, akkor most neked átadom, hogy hogy csináltam. Itt a könyv, a megoldás pedig Hát igen, figyelj. Zene és a bűvészet kapcsolata. Erről mondjuk az jut az eszembe, hogy van egy pár olyan ember az országban, akik 20 évvel ezelőtt írtak sláger, de mégis a jogdíjaknak több, mint a felén zsebre tesz. És milyen jó belőle. Na, jó van. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nem mutattál sokat, de ezzel a két trükkel mi azért elvagyunk. Elvagyunk egy ideig. Felvettük mind a kettőt? Felvettük mind a kettőt, tehát a Facebookon nem sokára fent lesz a két videó, elemezgessétek. Elemezgetjük mi is. Hogy csinálta Soma? Mi a következő? Hova mész most? Következőnek a világbajnokságra megyek megint, ez július elején lesz. Akkor ezek szerint 3 évvel ezelőtt volt az előző, ugye? Hol lesz most a végén? Riminiben lesz most a világbajnokság, és most azt a megtiszteltetést kaptam, hogy beválogattak a zsűribe. Ó, önmagadat? Tehát fel is lépsz és zsűrizel? Hogy nem lesz nézni? Igen, egyszerre. Az mekkora vittem a Soma gyert, és a zsűri küldi, és a Soma. Van? Nem, csak zsűrizek ebben az évben, és első magyarként, meg hát igazából én vagyok a legfiatalabb, akit valaha beválogattak, hogy ennek így tényleg nagyon meg vagyok tiszteltetve így a világbajnoksági bizottság által, hogy ezt így rám bízzák, ezt a feladatot. Ez egy egyhetes procedúra lesz megint, és meló lesz, de nézek erre. De én automatikusan arra gondolok, hogy zsűriként az nyűgöznél, aminek nem tudom a megoldását. Figyelj, hogyha mondjuk nem az ilyen közhelyesebbekről van szó, mint Dynamo, akkor mondjál már egy nevet, akit érdemes megnéznünk fönt a videó megosztó portálokon, aki kevésbé ismer, de iszonyatosan jó. Szerinted? Aki engem nagyon inspirált gyerekkoromban, ő egy elég régi figura. Őt úgy hívják, hogy Sylvester the Jester, és ő egy élő rajzfilm figura. Jaj, ne, egy élő Mickey Egér jár kell azon. Ne olyan szív. Tehát egy csávó, aki bejön beadnak neki egy dobozt a színpadra, ilyen ketyegő bombát, ő meg nem tudja, felrobban és lerobban a csávónak a feje. És fej nélkül ott sétálgat így ezzel a dobozzal a színpadon, meg ilyen dolgokat csinál. Szóval brutális, hogy mit művel a fazon. Őt például érdemes lecsekkolni. Sylvester the Jester. Igen, igen. De jó. Megnézzük. Most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ja, gyerekek, az egyik bulvárnap lehozta, nagyon érdekes. Megcsinálták az ország részek térképét. Nemeletes egyébként, elkészült Magyarország részek térképe. Az országos rendőrfőkapitányság szerint az egyik napi bulvárlap kérésére közreadta, melyik megyében hány itt a sofőrt kapcsoltak le a járőrök húsvétkor. És ezek szerint megtudhattuk. Ne békés, kérlek. Nem álltok rosszul egyébként. Büszke lehetsz magadra, nem álltok rosszul. De van egy megye, ami hát egész egyszerűen kilóg, és a másik, vagy néhány megyéhez képest duplázott, sőt triplázott is. És a nagy kérdés, hogy mi történik abban a megyében? Mi történik abban a megyében? Mert hogy vannak ilyen elhanyagolható számok, mint Veszprém megye 12, Vas megye 9, őket meg kell dicsérni egyébként 9-el. Egyébként nagyon ügyesek, Somogy megye 6. Ott gyerekek, ott mindenki, nem tudom. Hát senki nem fogadott, senki nem iszik. Viszont 44-gyel gyerekek, Bács-Kiskú megye rávert az egész országra. 44! Csak mondom, Tolna megye 9, Csongrád 20, ilyen számok vannak, Komárom-Esztergom 11, Győr-Moson-Sopron 13, Bács-Kiskú 44. 44 részeget kaptak el? Igen, valószínűleg ez, ha csak ilyen nem százalékos a szám, akkor igen. Hát 100-ból 44 volt ittas. Mi a fene történik Bács-Kiskú megyében, de tényleg? Hát nem tudom, én meg még így dicsérem a gyufatésztes halászlevet, érted ahelyett, hogy a részeges kacsát. 44 részeg sofőrt kaptak le, és mellettük Tollában pedig csak 9-et.
Ha, tehát még az sincs, hogy ott az egész környék, az egész vidék értelik. Na de várjál, nem lehet, hogy tollából baj irányába menekült? Vagy még járt, és náluk kapcsolták le a tollai. Átlépték a megye határt, és még tollában nem sikerült, de már Bácskiskun megyébe lekapcsolták őket, igen. Hogy akkor azt nem tudjuk, hogy ők megyeiek, csak azt nem, ott azt nem tudjuk, igen. Azt nem lehet, hogy tényleg az történt, hogy mondjuk a Tolna megyei kollégák áttelefonáltak a Bácskiskun megyei kollégákhoz, hogy féltek tavaly, minket messzeltek el, hagyd menjünk már, hát átviszünk egy 30-40-et hozzátok innen. De mi legyünk a legrosszabbak. Gyerekek, Budapest vagy Pest megye 12, illetve Budapest 12, Pest megye 19, hát egészen jól állunk. Vajon ők mindig isznak és most kapták el őket, vagy ők egyszeri húsvéti ivók, akiket most kivétesen elkaptak és soha nem isznak csak húsvétkor? Tehát történt-e valami olyan trauma az elmúlt egy hónapban a megyei életében, amit most csúcsosodott ki? Ez valami, Magyarország legnagyobb megyéje egyébként, én megnéztem direkt. Most a legnagyobb megye, és nem tudom, hogy mi lehet. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi az az ok, ami miatt ennyien nyúltak a pohárhoz. Tojáslikőr robbanás. Tehát van valami, ami most ebben a pillanatban, illetve ezzel a húsvétkor csúcsosodott ki? Nem tudom. Azért valami nagy megyei trauma. Igen, amiről reggel beszéltünk, hogy a jó idő az mennyit segít az emberen. Kérlek szépen, az országos átlaghoz képest magas a napsütéses órák száma a megyében, tehát tök jó idő van nekik állandó. Jó tesz a gyümölcsnek. Igen. Gyorsabban érik a cefre. És hamarabb kész lett a pálinka. Erre gondoltam én is. Lehet egyébként, hogy ez az oka. Tényleg, hogy már szüretelés van, nem? Mi okozhat ivási bánatot? Hamarabb kapna. Mi okozhat ivási bánatot? Nem volt gyufatészta. Azt nagyon könnyű találni rá okot. Tényleg. Nem volt gyufatészta. Ilyenkor 8 tojásos volt, most csak 7-re futottam, ígyunk. Okot mindig talál egyébként az ember. Egyszer érdemes lenne azt megnézni, hogy mely szakmához kapcsolódik a legtöbb ivászat. Kőműves. Nem? Asztalos. Igen? Hogy szerintem vannak szegények olyan sztereotípiák, hogy na mert ti állandóan isztok, és közben lehet, hogy nem igaz. Tehát, hogy kik isznak a legtöbbet? Hát nem tudom, lehet, hogy ez már változott, meg nyilván ez is csak egy sztereotípia, de egy gyerekkoromban, ott az épülőházak környékén, nagyon sok volt akkor ilyen a környékünkön, meg ráadásul volt a kőműves ismerőseim, meg építőparban dolgozó volt osztálytársaim, és én mindig láttam a csörös üvegeket. Jó, persze, tudom, a csörös üvegek nyilván azért kellettek, hogy odarakjuk majd az oszlopokat, tudod, mert hogy amik alapozták a kerítést, akkor kellett valami, ami szépen formára, nyilván ezért. De hogy ott nem volt olyan, hogy ott ne drinkeltek volna. A korrekt kőműves az például úgy alkuszik, amikor bevállalja a munkát, hogy amit tévnének a fölépítése az 35 ezer, meg egy rekesz. A, így van. Ne. De esküszöm. Tényleg? Esküszöm. De ráhasod a rekeszre, hogy mindent elérjen? Igen, hát a jó megrendülő az így kérdez, érde, mennyi sóder, mennyi homok, mennyi méz, mennyi sör. És akkor adni kell nekik, és akkor jobban megy a munka. Jobban megy a meló, már reggel beveszel egy ilyen hűsítőt, hogy nehogy meleged legyen a pakolásban, meg a malterozásban, és akkor megvagy estig. Tehát vannak szakmák, ahol egyenesen arányos a szakmád azzal, hogy alkoholista vagy? Hát alkoholista. Mert ha minden nap iszol egy sört, vagy akkor két sört, akkor te már alkoholista vagy. Hát ha neked arra szükséged, ugye nem a mennyiség számít igazából, hanem a rendszeresség. Mm-hmm. Aztán utána persze nézik a mennyiséget is, de egy-két üveg sör naponta, sajnos az már egyébként, ha ezt hosszú távon csinálod, az alkoholizmus. Hát elismerjük, vagy nem ismerjük. Nem kell az minden nap részegnek lenni, hogy te alkoholista legyél. De valamennyi kell, nem? Védőitallak. Hogy célzó víznek, hát, tudod. Jó, igen? Józsikám, fél óra eldobálod már a keverőbosztos hú, de most már ne csak mellé, jó? De nem lehet, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia a kőművesek, hogy ők mindig nem részegek. Na, a nézd, a kőműves mindig részeg. Tehát lehet, hogy ugyanannyit isznak az asztalosok, nem. Ugyanannyit isznak az orvosok például. Én szerintem nagyon sok orvos egyébként a látottakat, a traumát szerintem egyébként, igen, olvastam egy cikket, hogy az orvosok között is nagyon sok a szenvedélybeteg. De mi fölrokozod Marika néni megfázását, vagy magas vérnyomását? Nem, hát azért ennél vannak azért... de ha körzeti orvos vagy, akkor lehet, hogy ez a legnagyobb trauma. 10 éve vagyok agysebész, és másképp nem lehet. Tehát akik mondjuk traumatológián dolgoznak, baleseti sebészeten, hát ott azért ott lehet, hogy látsz egy-két kemény dolgot, és az orvosok között is nagyon sokan tompítják egyébként azért traumákat azzal, hogy isznak. Jó, tehát akkor az orvos és a kőműves már benne van ebben a csapatban. Sok kőműves és orvos dolgozik Bács-Kiskun megyében. Teszem fel a kérdést. Hát, orvosok és kőművesek. A békekkel mi a helyzet? Ők isznak? Nem. A békek, ha nem, hát mi a kőművesek? Mert meleg van.
Mert ott kell csak ja, igazán a folyadékpótlás. Persze. És ott nincsenek ilyen problémák, hogy mondjuk azt, hogy nővérke volt itt egy bordatlan múlap, hol van. Nem talán, akkor mondjuk a beteget. Na, nézzük meg akkor őszintén, jó? Írjanak nekünk azok, akik minden nap isznak. És de úgy értem, hogy közben végezzünk akkor mi is egy ilyen reprezentatív kutatást, de mi azt vizsgáljuk, hogy mely szakmák képviselői isznak a legtöbbet. Tehát tényleg őszintén írjátok, mert gyerekek, kőműves vagyok, minden nap iszom. Bék vagyok, beverek egy felest. Jobban megy a meló. Asztalos vagyok, napi egy üveg sörrel indítom a munkát. A traumatológián dolgozom, a feleségem nem tudja, 10 éve iszom. Tehát nézzük meg tényleg. Pilóta vagyok, mit tudom én, EasyJet-e kamionos vagyok minden nap. De tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ugye a legtöbb munkában az elfogadhatatlan. Most a kőműves a nagy kárt nem tud tenni másban. De jó, tényleg, kik azok, akik csak akik a derékszögekben. Igen, azért hazamész, hogy megnézed, hogy nem tudom, vakolta, vagy nem tudom, hogy vitte föl a borítást a falra. De hogy nézzük meg akkor, hogy mely szakmák képviselői isznak, mindenki gyakoroljon egy kis önkritikát, és mondja el őszintén, hogy patikus vagyok, nem bírom, amikor aszkorbin savat kérnek. Akkor mindig lenyúlok a pult alá. Hogy ne csak az asztalos, kőműves, pék, mit tudom, ezekre mondjuk, hogy na persze, mert ők biztos részegek. Nézzük meg, hogy mely szakmák képviselői isznak még. Őszinte mindenki mondja, hogy mi a napi adag, mire van szükség, hogy jó, mennyire van szükség, hogy jól működjön az, amit te csinálsz. Jó? Vizsgáljuk meg. Hogy kedves Bazsár. Sose kezdem hét előtt. Kirékem kaman magamnak. De tényleg, mondjatok még egy-kettőt. Én kíváncsi lennék arra is, hogy például buszsofőrök. Most őszintén nem kell nevet írni, nem kell aláírni. Villamos vezető vagyok, igen, minden nap indítok egy felessel, mert hogy tehát nézzük meg! Nem már! Hát a műszak után legalább. Nem lehet általánosítani, hogy minden villamos vezető részeg, de lehet, hogy néhányan úgy indítanak. Hát nézzük meg, hogy ki indít felessel és mit csinál. Vagy ki indít alkohollal és mit csinál. De ott nincs szonda, mielőtt felszállsz a sárgára. Biztos, hogy van, nem. Hát ott is kell. Vagy már szonda, felszállsz és ott iszod meg. Igen. Szonda van viszont ide, bőrönt kutatás nincs, felviszed a kis kézipodgyászodat, beülsz a kombinóra és beversz egy felest. Szonda is van, iszunk is, csak pont ebben a sorrendben. Ezért nem derül ki. Először szondázunk, aztán iszunk, ugye, ahogy szokták. Fia, villamossal legfeljebb tovább mész. Érted? Hát azért... Igen. Ám, de ott ütköző van a legvégén, ott csak megállsz. Azért, hogy most persze bevicéljük a dolgot, és tényleg nem kell miatt bántani minket, de hogy azért vidáman indul a reggel, amikor beleszól a villamos vezető, hogy kinyitja az ajtóba, mondjuk egy 10 méterrel arrébb, megáll után, és azzal indít, hogy sorry vagyok. Sorry vagyok, igen, én szeretném, hogy hamar felnyomnánk és kirúgnánk, de tényleg. Mondjuk, és sírnék a rögést. Sorry vagyok, most így sikerült. De lehet, gyerekek, kiderül, hogy... Bocsiska. Elégyes. Kiderül, hogy a, mit tudom én, az eladók isznak a legtöbbet, mert nem bírják, és ezt unalmasnak tartják, vagy a cipőboltban dolgozok. Mit tudom én? Hát lehet, hogy van egy csomó olyan rejtett szakma, amiről nem is gondoljuk, hogy a 80%-át ezen szakmának, aki űzik, egész ezt a makonya részegen csinálják azt minden nap, mert nem gondolnád, nem? De már annyira hozzászokott, hogy nem veszed észre? Hát nem, persze, hát azért, ha te sokat iszol, akkor nem kell azért nagyon részegnek lenni, csak beversz egy kicsit. Valamit munka előtt beversz egy picit. Nem? Üzemi hőfok. Igen. Elérd az üzemi Boráros. Hőfok. Nem, bosnyát. Bocs. Na meg. Tessék, festők, vázolók, szintén. Az egész építőipar. Az egész építőipar. De akkor a nyomás? Tehát, hogy miért lesz az építőiparban? Vagy egyszerűen úgy szocializálod, hogy ivott a főnököd, ivott a munkatársa, te is rászoksz? Hogy lettek ők? A festőknél szerintem simán előfordulnak ilyen beszélgetések, hogy Lacika, látom, hogy most ma nem fogsz hengerelni, inkább meszelj. Mert érted. Meséltem azt a sztorit. Régen a körbecsík, tudod, ment, és akkor úgy sikerült, ahogy sikerült, és a tulajdonos mondta, hogy de hát Sanyika, ha megszárad, kirúgja magát. Óriási duma. Ez a legnagyobb duma, amit én az építőiparban hallottam. A másik a Kevin Kofferd, hogy majd a szél kiegyenesíti. Hát ezek azért nagyon nagy dumák. Jó, drága hallgatók, őszintén, jó? Tényleg, aki munka előtt bever valamit, írja meg nekünk, hogy mit csinál és mi a napi adag. Nézzük az SMS-eket, hát elképesztő, hogy mit jönnek.
Parlamenti képviselő vagyok. Reggel 3 felessel indítok, majd fröccsel tartom szinten az egész nap, még néhány felessel, ha a törvényi javaslatokat az indokoltá teszi, írja valaki. Hát most ez igaz vagy nem, nem tudjuk. És 2 feles között pedig tetriszezéssel mutatom az igen. Igen. Festő vagyok, minden reggel 6-kor sör plusz kis vodka, 10-kor sör plusz vodka, délben kaja, után sör plusz 2 darab kis vodka, 3-kor úgyis vége. Sör plusz vodka este 5-kor, az őrsön 2 sör, 2 feles. Apund napi 10.000 forint per nap. Hogy? Hogy bírod ezt kitermelni? Forint, az 300.000 forint, ha mondjuk a hétvégét nem számolom, mert akkor nyilván pihensz. Tehát nem viszol, 20 munkanap alatt az 200.000 forint. Hogy? 200. És ez csak a piára megy el. Tehát tényleg rengeteg. Villanyszerelő vagyok, minden reggel 2 keserű plusz 1 sör. Így kevésbé rossz, ha ráz. De ezt te megél, ezt el tudom fogadni. Valóban, ott csak áthússan rajtad a 2.30. Zoli vagyok és Pék. Amelyik Pék nem iszik, az hazudik. Ezt az üzemorvos mondta, higgyétek el, így is van, ebben a szakmában dolgozom. Nálunk dolgozó kőműves azt mondta, hogy neki csak minőségi sört adjak, mert az olcsó nem büfögteti rendesen. Hát ő már igényes, látod? Nagyon nagy duma, nagyon nagy duma. 60 éves ácsfőnököm reggel délben este egy feles pál lesz, aztán gyerünk fel a tetőre. De a 6 méteres gerendával a vállán nem lehetett utolérni a tető. Ugye? De félsz, ha nem iszol állítólag, ott tényleg az van. Szerintem is félelemből isznám. Hogy félsz, beversz 2 felest, az úgy mész gyönyörűen a 6 méteres gerendával, hogy öröm nézni. Tényleg, megnyugtat. Figyelj, fölmész a 20 méter magasra, 6 méteres gerendával, hát az a kell egy kis célzóvíz. Én traktorozom egy feles szinte minden reggel. Volt már, hogy a főnökő mondta, aludj egyet, Józsi. Mondjuk korrekt a főnök. Igen. Elnöki ügy. Apuvem meg nekem a város, automata váltós, kocsiba szállim a dombok, enyém lenne, aki látom, tudná, aki látom, hogy jó-jó pénzünk van. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Én gondolkozom, hogy kiköltözöm. Amerikába? Nem most, majd nem, egy Salgotariánba. Gondolkodsz rajta, hogy kiköltözöm? Nekem ez nagyon sokszor eszembe jut, igen. Hát, Mi az Istent fogsz kint csinálni? Ja, ősz a parton, kész. Mire kiérek felé, már pont semmit nem akarok csinálni. Uh-huh. Én éreztem, csak hogy ez a lála. Csak ezt, megnyálazom a kezem. Dalőr. Uh-huh. 20, nem mond tovább, mert még korán van. 50, 60. Száz. Újra kezdem. 20, 30, 40. Nem tudom, figyelj, én azt gondolom, hogy egyszerűen beszűkít. Beszűkít az, hogy hol élsz, és egyszerűen tágítani kell ezt a dolgot, és valahogy, ha már megteheted, akkor egyszerűen bele kell kóstolni abban, hogy milyen lehetőségek vannak még. Aztán nem tetszik, hazajössz, de ha a gyerekek felnőnek, kirepülnek, akkor meg kell próbálni. Nem tudom, hogy az ember ott mit csinálna. Azt sem tudom, hogy akarná-e mit csinálni. Lehet, hogy elmész valami, nem tudom, kis autóbosót nyitsz, aztán ott és suvickolod az autókat. Mit tudom én? Mellel? De, hogy aha, ide lányosat? Tessék, egy csinálok én mellmosót. Ide születtünk, ez van, felnőnek a gyerekek, lejjük, és vége? Ide egy helyszínen. Nem nézzük meg még kicsit a világ, nem nézzük meg, hogy élnek az emberek Kaliforniában, nem nézzük meg, hogy élnek, mint Ausztráliában. Ahogy nálam nyitott kapukat döngetsz, én ugyanezt az élményt szeretném átélni. 20-30-40 százalékos leértékelés a malibui hiperben. Érted? Gyönyörű helyek vannak, én úgy irigylem őket tényleg. Sok mindenért nem lehet, de az, hogy lemész az óceán partjára, és futsz egyet, és sportolsz. És sűnbe lépsz. És nem hagyhatom itt a hazádat, ahol felnőttél. Hát figyelj, én most pont ezen gondolkodom anyámmal kapcsolatosan, aki mindig mondja, hogy ő költözne, nem költözne. Tehát 77 éves, és ott lakott egy faluban Újkígyóson. Mióta megszületett? Érted? És na jó, de hát persze, hát amíg élnek. A gyökereid. Hát persze, amíg élnek az embernek a szülei, meg szükséged van rá, meg segítened kell, meg ellátni, meg esetleg nagy Isten beteg, addig nem teheted meg, hogy így hagyod, mert nem is érdemelni, meg nem is szép dolog. De nem ő, hanem de hát hogy azért őt magát, ez sajnos nem tart örökké, 50-60 éves áthelyezni, érted? Most azon megy a gondolkozás, hogy ő maradjon ott, mert ott nőtt föl, vagy költözön át ide hozzánk. De most felé, te is érted? Magyar bárhol lehetsz. A lényeg úgyis csak az, hogy hova fizeted a TB-t. Most nem a magyarság volt a
hangsúly, hanem hogy így a hát elhagynád Óbudát, ahol fölnőttél a Panel rengeteget, azt a gyönyörű háztömböt. Meg tudnám magamnak bocsátani azért ezt a bűnt. Meg tudnám magamnak bocsátani. Nem, pont tegnap sportoltam, vagy tegnap előtt, és beszélgettem egy sráccal, aki élt kint Amerikában, és mesélt dolgokat, hogy mennyire más kultúra, meg mennyire mások az emberek, hogy ott például senki nem beszél a saját problémájáról. Nézd, Balázs, én voltam kint több, mint 3 hét, és azért ég is föld. Hogy senki nem beszél a saját problémájáról, és ő kint volt valahol Los Angelesben, kint volt Los Angeles, albérletet keresett. És volt egy srác, akivel összeverkedett, egy amerikai srác, és megírta neki, hogy milyen durva ez a hely, nem találok albérletet, de nem adom föl, ha tudsz valamit segítsél. És a csávó nem válaszolt rá. Lefagyott, megfagyott, eltűnt, és soha többet nem válaszolt rá. És rájött, mint 1 év vagy 2 év kintélés után, hogy nem az a típusú mentalitás van, mint itt, mert a te problémád, azt neked kell megoldani, én nem kérdezem, te sem mond, old meg, ha barátok vagyunk, megbeszéljük, de egyébként itt vagyunk, jól vagyunk, minden rendben, örülünk egymásnak, nem mondod el, hogy nekem mi a problémád, mert te sem mondod el nekem, mert megfagy abban a pillanatban a viszony. De most egy albérleten? Egy albérleten, nagyon érdekes dolgokat mondod, hogy milyen kulturális különbségek vannak például a magyar gondolkodás és az amerikai gondolkodás között, és mennyire más, hogy szemlél a világra egy amerikai. És arra gondoltam, hogy egy kultúra, egy gondolkodás, egy mentalitás, ami magadra jön, felveszed, leéled ebben az életed, és soha nem lépsz ki, vagy nem tapasztalsz meg mást. Hát nem, érted? Ez az elköltözés nekem ilyen nagyon messze. Meg mit csinálnak itt, érted? Ők amerikaiul beszélnek, te meg csak angolul tudsz. Na, az igazi ez hülye. Igaz. Hogy menjünk neki a világnak? Hogy menjünk neki a világnak? Hát amerikaiul beszélnek azért. Az... Hülye vagy. Hát ez nagyon indiai taxisofőrnek, azoknak ott elnézi, mint aki nem beszél a nyelve. Na minden, nekem nagyon sokszor eszembe jut. Hát a mi munkánk elég speciális azért. Nehéz lenne hogy... kint. Ez viszonylag nehéz lenne kint. Ugye, az lehetetlen ebben a formában így. De hát nem se tudja. Lehet, hogy sikere lenne egy olyannak, hogy kimennénk, te ugye jól beszélsz angolul, mi a Janival, meg ilyeneket nyomnánk, hogy come on, meg I am from radio presenter. Én azért megmondom őszintén, hogy én megpróbálnék azért kommunikálni veled az anyanyelvünkön. Tehát, hogy én nem biztos, hogy így beszélnék veled. De ki érted? Az amcsiknak csinálni egy ilyet. Így is vannak köztünk időnként kommunikációs zavarok, de én ezt nem tetézném azzal, hogy így beszéljek veled. Come on, azt mondanám neked, hogy inkább gyere Feri, menjünk, de nézzünk valami munka után. Adást hozd ezt a tárcát, sütit, hát ha elmegy belőlem a kettővel több, mert akkor mi is tudunk enni valamit. Én így fogalmaznék. De hogy adást csinálni, rádióadást. Feri, come on. Egyébként, igen, lehet, hogy ti jól lenne magyarul beszélnétek egymással. De a feleset ugye nem biztos, hogy Amerikába kell megismerni az olasz kultúrát. Még tudom, egy kicsit lemenni Dél-Olaszországba. Én nem szeretem a hideg vidéket, tehát engem az nagyon nem vonz. Fene se tudja, szóval, hogy valahogy kicsit így tágítani a látókört, a benyomást, a komfortzónát. Nem szoktatok ilyeneken gondolkozni? De ilyen multikulti csávó vagy, egy ilyen világpolgár. Én nagyon jól érzem magam nagyon sok helyen, igen. Értem, és gondolj bele, hogy Feri, hogy tudnám el megszokni azt, hogy mondjuk van New Yorkban egy étterme, és akkor 2 hetente nem küldi rá a konkurencia a közegészségügyet, érted? Igen, nem próbálják meg kicsit béké hagynak, hogy úgy elismerik, hogy jó vagy, hogy béké hagynak, hogy nem csesztetnek, talán nem is vernek hátba, hogy rohadjál meg, hogy neked van egy termed, érted? Talán még szeretik is, talán még ott kajál egyet a Robert De Niro, és azt mondja, hogy figyelj, jól éreztem magam, kösz, tudod. Tehát, hogy fura lenne neki, hogy mondjuk, érted, a vendég a kezéből nem veszik ki a hajléktalanok, a rántott húst. Az is egy a teraszon, pozitív érted, dolog. Tehát. Az is komoly egyébként, hogy például az is hiányozna, hogy a környező éttermek tulajdonos, hogy nem játszanák el azt, hogy így jön mindegyik a másikhoz, és nézi, hogy nálad van-e vendég. Igen. És szurkol, hogy ne is legyen. Igen, hogy maradjon ez így. Ez így jó. Hát igen. Végezhetnénk ezzel a társütivel egy olyan érdekes kis kísérletet. Meg tudnánk ebből élni Amerikában úgy, hogy először leteszteljük itt, hogy működik-e. Ez most még baromi bonyolult. Fogjuk ezt a társütit. Áldozzuk be magunkat, hogy most senki nem eszik mákos sütit, és nézzük meg, hogy a svájci, a tiroli, az osztrák, az amerikai becsület kasszás dolog, hát működik-e Magyarországon? Működik-e itt? Tegyük ki a sütit. Tegyük ki a sütit. Igen. És írjuk rá a kasszára, hogy Justicetres Seur. Igen. Mert ha ez a dolog valójában tényleg működik Magyarországon is, akkor Amerikában egyértelmű, hogy működik. És ha 60 évesen a történelmi forgószél mondjuk Floridába sodor bennünket, akkor meg tudjuk nézni, vagy már felvértezve a magyar tudással tudjuk, hogy mit kell árulni az amerikaiaknak becsületkassza alapon. Csomolóvéd van belőle, nem kell adóznod.
Tesszük egész nap a süteményt, Ajani kirakja, állott mellette szomorú szemekkel, mint egy szegény bevándorló. Sőt, tepsit is vajazok. Abba is jó abba vagy. Is jó vagyok. Én meg azt sem, hogy 20, 30. Na, de már nem is 10-ről. 70. Kicsit megnyálazom az ujjamat. Tegyük ki ezt, hogy áldozatos beszéd. Hova teszed ki? Hogy teszed? Metró aluljáró, elmetrózol vele egy megállót. Valahova tegyük ki, írjuk rá, hogy becsületkassa, megnézzük, hogy egy óra múlva hány darab süti van, mennyi pénz van a kasszában, megvan-e még a kassa, egyáltalán működik ez Magyarországon. Te már látod magad a Time magazinnak a címlapját, tudod, a The King, tudod. A becsület kasszában dollármilliárdos lett ember, aki elindított egy kaliforniai éjszakán egy becsület kasszát. És valahol egy belső fotón ott vagyunk mi is felé, tudod. Mit kell kiírni? Becsület kassa? Ezt ki kell írni? Azt igen. Hogy mert becsület a becsület kassa az azt jelenti, hogy nem figyelik. Hogy annyit raksz, amennyit gondolsz. Meg, hogy nincs ott a tulaj. Érted? Igen. Nincs ott a tulaj, tehát a te lelkiismeretedre van bíz, hogy ellopod-e a sütit? Megnézzük. De ez egy jó süti. Igen. Jó, azért egy szeretet tegyünk félre. Hát, most... De, hogy jó. Különben nem maradt volt. Átlátszó doboz? Átlátszó. Nem, zsákból. Nem ugye, de a pénznek nem tehetsz átlátszó. De ne legyél átlátszó. A pénznek nem lehet átlátszó doboz, mert akkor látják, hogy mennyi van benne, a dobozt is ellopják a pénzzel együtt. Ne legyen átlátszó, mert akkor kísértésbe essem, hogy van a befőttes üvegben, ami átlátszó, amit 1000-1500, hogy elviszi. Legyen ez egy zárt doboz, nem? Csúnya. Mi csúnya? Csúnya doboz és zárt. Miért akkor az, hogy szegények vagyunk? Vagy mi? Aki sütötte a sütit, nincs pénze rendes dobozra, adjuk, dobjuk már be a százas. Kiteszel egy szép dobozt, aztán azzal együtt viszik, még így is lehet. Akkor csak sötét doboz legyen. Sötét doboz. Abban meg lehet bedobni gombot. Az a baj, hogy akkor leoluljáró legyen. Hát akkor tegyük ide le valahova. Ide szembe, itt a, hogy hívják, a sas környékére. Mintha a sas lecsapna rá. Felsütijére, de jó. A sas is szereti a sütit, igen. Valahol még itt van. Sütentor. Hova is tettem? Igen, szépen kell agyusztani, és mit írunk ki? Mert ki kell írni valamit. Jó lenne, ha egy darabonként lenne. Tehát, hogy mit tudom, egy háromszög, ugye süti, egy háromszög egyenlő, mint 100 forint, 10 háromszög egyelő törött kéz. Tehát, hogy csak egyet legyen mindenki. Szerintem az legyen, hogy becsületkassa, egy darab 100 forint. Na ne zavarjuk őket össze nagyon. De itt sok külföldi jár. Egy háromszög egyelő 100 húf, akkor így kell kiírni, hogy húf. Mennyi 100 forint, az mi? Az egyharmad euró. Igen, de mi csináljuk úgy, ahogy ezt már megszokhattuk ebben 100... az országban. Vagy 2 euró. Jó, ez az. Jó. Vagy 100 forint, vagy 2 euró. Jó, gyerek, hát ez egy kicsit keresünk. 100 forint, vagy 2 euró. De nem, nagyon tetszik. Vizionáljuk a jövőt. Kivigyem akkor, vagy segítsek? Kiviszed? Jó, ha ez a dolog most működik, és ez a dolog beválik, és van 1000 forintunk, akkor megválaszoltuk azt a kérdést, amit te feltettél, hogyha egyszer kiköltöznénk Amerikába egyébként, mi a fenét csinálnánk mi 50 évesen? Ha ez Magyarországon működik, hányatottabb a sorsunk azért, mint a kintieknek, akkor én kint egy kis pincehelyiségben, rohadt melegben sütöm a sütit, Jani áll kint az első szemekkel, menekültet játszol, és árulod a sütit, én 10, 20, 30, 40, igen, 50, 60, ez történik majd. Ha itt ez megél, gyerekek, akkor Amerikában megérkeztünk. Mi az eredmény? Van-e persejünk? Megszámoltuk, hogy hány szelet van. 100 forintért adtuk a szeletet. Tudunk-e már egy reprezentatív közvéleménykutatási eredményt mondani, elárulni, mire jutottunk? Nem. Miért nem? Ahhoz mert elloptak. 10 000 sütit kellett volna sütni. Igen. Igen, kevésbé reprezentatív. Miért nem? Mert ellopták a széket, a tálcát, a sütit és a kasszát. Egyébként minden jó volt. 12 sütit tettünk ki, 12 szeletet. Fogalmam nincs, a lányok most szaladtak ki megnézni, hogy megvan-e még A, B, megvan-e a tartója, illetve a kassa. Láttunk azért érdekes jeleneteket. Egy bácsi követte a kasszát egyik oldalról a másikra, beült a kocsijába, visszapillantóval. Vagy a süteményt. Nem tudjuk, hogy a kettő közül melyik volt számára szimpatikus. Nem mondjuk... Egy kicsit tényleg elfáradt. Egy kicsit a bácsi ráebült a keset. A bácsi kicsit, jó, legyünk egy kicsit jobb indulatúak. A bácsi lehet, hogy a süteményt követte. Így van. A tészé, ott keringett a véntolban. Ezt hívják torzításnak. Az exit poll eredmények egy kicsit torzítunk erre a pillanatban. Szóval, hogy hát nem biztos, hogy a kasszát kerülgette. Nézte a sütit, nem mert belőle venni, oda ment, beült az autójába, figyelte a visszapillantó tükörből, áthoztuk a sütit a másik oldalra, jött a süti után, nem tudom, hogy ő vette belőle. Volt idős néni, aki elment mellette, aztán ő is betett, volt két hajléktalan, aki egyébként tett be pénzt, úgyhogy szerintem helytáltak.
nem azt mondom, hogy a hallgatóink, hanem a magyar emberek a becsületkasszás rendszerben, mert hogy nem tűnt el semmi. Nagyon korrektül álltak hozzá. Hát egyébként pont a két hajléktalan esetében tudjuk azt mondani, hogy szinte 100%, hogy nem olvasták. Illetve nem hallották, nem olvasták a Facebook posztokat, és nem hallották a rádióban sem, hogy miről van szó. Ők kiszúrták a süteményes tárcát, oda mentek, tök korrekt módon fizettek, és elvették a sütiket, és elmentek. Ráadásul először az egyik jött, csak ő vett egy sütit, és utána szólt a haverjának. Igen, azt hallottuk így messziről, hogy nem is mondtam. Igen, pontosan ezt mondtam. Na. Ülőúti választókerület, 2 perc, tessék. Igen. Való Györgyezek, jó? Ponyicki, 2 perc, tessék. Igen. 2 szelet maradt meg, nem tippelek, hát látom, hogy 2. A pénz, ugye 2 szelet maradt meg, tehát mennyinek kellene legyen a dobozban. 1000 forint. Nagyon jó vagy matekból. Tessék, 30 másodperc. 800. 800 van benne. Én azt mondom, hogy 1000. Ja. Én azt mondom, hogy aki megadták az 1000-et. Az embereket kórházba kell vinni. Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most érdekes. Igen. Azt hittem, már kivetted a részedet. 800. Igen. Na. Meg tudja mondani, mikor szárunk le? Nem, satszolni tud 3 óra múlva. Kb. 3 óra múlva tud satszolni. Igen. Jó, én 800-at mondom. Te? Na jó. Én szerintem 1200. Tehát, többet hogy adtak. Lenne? 10, 100. Mert többet adtak, érted? Van, aki bedobott 200-at. Szerintem igen. Jó, na, jó felvetés. Jó, tehát, hogy többet raktak be, tehát egy 10 darab süti ment el, 1000 forintnak kéne benne lennie, de többet raktak be. Oké, okay, Feri? 1000-es. 1000-es. Mennyi az annyi? Mi? 0. Ne mi hülyítsetek nulla? Már. 10 perc elloptak. Elloptak? Ne hülyítsetek. De... Óriás forintoság, de, nem áll. Ne. A doboz üres. De felvettük, üres. Mert hogy videó is készült, pont azt a részt nem. Ebben reménykedünk. Ellopták. És a sütit ott hagyta. Igen, 2 süti maradt, és a pénz nincs meg. Én tudtam, hogy ez lesz. Büszke vagyok erre az országra. De várjál. Tudtam, hogy ez lesz, és azt mondtátok, hogy én milyen negatív vagyok, hogy ez nem egy ilyen ország. Persze, ne általánosítsuk, nem mindenki ilyen. De gyerekek! Sajnos. Kilopták a dobozból a pénzt. Egyébként de nekem sokáig beletették, akkora tarpajság. Bele a pénzt, és tényleg láttuk, hogy... De nem lehet, hogy nem. Valaki jó. Belevett a sütibe, és ez volt a bosszú? Nem lehet nagyon szar. Hát most... Nem már. Jó, őszintén gyerekek, dolgozunk már egy ideje. Ki hozta ide a rokonát? Tényleg, legalább egymásnél vágjuk át. Kinek az ismerőse repült rá a kasszára, mondjuk el egymásnak. Léci. Picit megölte ez a bulit, igen. Elvitték, de 600 forint volt benne, és 10 szelet hiányzott. De 6-ot még. De hát a 600 forint se túl jó eredmény 10 szeletnél, ha 100 forint, annyit és láttunk. Annyit láttunk. De utána még gyűlt. Utána még azért dőltek az ezresek, és elvitték az egészet. Tényleg már. De végig videózott a Peti, nem vette föl? Rajta van, akkor visszanézzük. Ez lesz érdekes. Titusz. Dehogy is. Vedd belőle 2 fánkot. A belételek nem hozzám ennek. Ja. Lajon. De lehet, hogy itt volt a környéken. Itt volt a főnök. Itt volt a főnök, és lecsapott a dobozra. Hát gyerekek, rohadjon meg szomorú. 600 forintot ellopni. De tényleg. Vagy 8, tök mindegy, vagy 1000-es is. Én kicsit örülök, de unalmas lett volna, mennyi van a kasszám, a 3000 forint, és mennyi ment el az összes, hú, de jó, tök jó, elloptál. De nem lehet, hogy valaki ide jön, rá van írva, hogy becsület, a becsület kassa. A kasszát értette, a becsület volt az de idegen szó. Ebből az idegen szó nem a kassa volt, hanem a becsület. De fura ez a teszádból. Hát de vagy, ki van írva? De figyelj, lehet egyébként, hogy azt csinálta, hogy most komolyan, hogy elvette a pénzt, és még lehet, hogy egy sütit is vitt magával. Mert hogy valószínűleg ez lehetett az álca. Ha én csinálom, sütit, akkor ezt én így csinálom. Tudod nagyon elegánsan. Akkor akadjon a torkodon az a szar moslik. Nem moslik, jó tudod, a csak süti. Ezek indulatszavak, tudod, jó, jönnek az eset jó, miatt. Érde, hogy rám vagy ma állva, de azért nem kell lemoslékozni. Jó a süti. Mutasd. Tényleg jó egyébként, én 2-be toltam. Igaz, nem is lehetett 12. Igaz, hogy azóta 4-szer kellett kuporodnom a folyamatra. De milyen jó átmosott, mi? Tényleg jó. És elvitték az egészet, gyerekek. Hát, ez a teszt. Ez volt a teszt. Megcsináltuk. Nem. Megcsináltuk. Nem, ez nem történhetett meg. Nem, figyelj, én nem hiszem el, basszus, hogy ennek ez a vége. Én picit meglepődtem volna, aztán... ha ez egy ilyen nagyon fancy, nagyon jó, nagyon pink, nagyon, nagyon jóló, nagyon, nagyon minden, hogy ilyen... Jóló? Well-hello-ba. Hogy így berakjuk, és ott a pénz, és mindenki nem boldog. Tehát ez tök jó. Szívét, lelkét beleteszi. Hánykor keltél miatt? Tegnap este volt.
Nem, le se feküdtem. De mit akarok mondani? Mi erre a sütire fölkelt, előbb kelled, azért ne túlozzál. Miért kelltem? Hazamegyek pókjárásba, és makkal megcsinálom. Tudom, tudom. Azt már nagyon várom, hogy egyszer hozol egy makkos sütit. Hazamegyek, makkal megcsinálom. Na jó, megnézem, hogy mi volt a tegnapi menü a kórhelyben. És kirele rakva, az megy, akkor lenne ott a posztul, az áll a pincér a tábla mellett, van, a mai speckó. Hogy, na, figyeljetek, srácok. Igen, valaki azt mondja, nem 600, hanem 1000 forint volt benne kösz a pénz. Hát igen. Hát ez a szomorú valóság. Eltűnt a becsület kasszánk, és elvitték belőle a pénzt. Ráadásul úgy, hogy a dobozt meghagyta, a sütit meghagyta, a tálcát meghagyta, az belemarkolt, elrakta, és elment. Sajnos. Figyeljetek, van két szelet sütünk, egyenként 500 forint, hogy pénzünknél legyünk. Miért nem lepődöm én ezen meg? És nem azt mondom, hogy szabad átásítani, én nem azt mondom, hogy ez az ország ilyen, én nem azt mondom, hogy ez egy általánosan elmondható erkölcsi mentális állapot, de én nem lepődöm meg ezen, hogy azért ezt elvitték. Sőt, szerintem nézzük, ez a pénz egész sokáig bírta. Oké. Nézzük egy kicsit azt más szemszögből ezt a dolgot, és akkor szerintem megnyugtató a végeredmény. Mégpedig az, hogy egy csomóan becsületesek voltak, elvették a sütit, fizettek, és volt egyetlen ember a 10-ből mondjuk, aki viszont nem volt becsületes. Igen, csak ezt a becsületes, hogy az arányokat nézzük. Én üzemeltetem, és hétvégén kimegyek, megnézem, mennyi jött össze a kis leszedett barackomból, azért akkor az jó, arányok nem segítenek. Jó, 10 emberből 9 becsületes az ország. Itt az arányok nem segítenek rajta. Illetve az csak a pénzt elvitte, tök jó fej, mert nem vitte el a sütis tálat. Az mondjuk igaz. Igen. Nem lehet, hogy kivonultan, azt írják itt egyemesben. És vitték, tényleg jöttek. És jöttek, igen. Na, egy másik jó hírt szeretnék veletek közölni. Mi maradt itt akkor ez a kétszeret, az a 27% áfolna? Egyébként, sőt, azt meghagyták nekünk. Miért nem nekünk? Azt vittétek? Igen, igen. Valaki írja, srácok, a műtét sikerült, a beteg meghalt. Egyébként igen, ez egy fontos mondat, de valóban így van. Én picit nem lepődöm ezen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mi van a hétvégi képeid? Már akartam kérdezni, mert mostanában nem látom. Készülnek. Ezeket a persze, hol voltam magadnak. Hétvégére nem tudom. Miattam hagytad abba, hogy... De részben igen. Nézd, nem, azért ez egy kicsit visszaveti az embert. Hol van? Jó, a Szigligeti vár télen, esőben, nappal, naplementében. Nem érdekes. Napfelkeltében? Nem érdekes. De mostanában ezeket nem teszed ki. Nem érdekes. Vagy nem számolsz be arról a Facebookon, hogy hol jártál hétvégén? Természetesen készülnek továbbra is fotók, természetesen továbbra is azért járjuk az országot, de hát ezek elsősorban ugye a családi archívum számára készülnek. Megmondom nektek őszintén, hogy volt egy-két rossz tapasztalatom a dologgal kapcsolatban, egészen konkrétan az, hogy ugye velem kapcsolatban mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy én nagyon szeretem magam reklámozni. Alapvetően ezek a képek is azért készültek, így a helyeket reklámozzam, hogy oda csábítsam az embereket, mert sokszor azt tapasztaltam, hogy méltatlanul kevesen vannak. Csak amikor már mondjuk 10-15 alkalommal mondjuk szépen így zsinórba így felkerültek ezek a képek, azt vettem észre, hogy elkezdenek kikezdeni emberek fura módon azzal, hogy na jó persze, mert mi megengedhetjük magunknak, jó persze, mert mi ide tudunk menni, meg oda tudunk menni, jó persze, én meg sehol nem voltam 10 éve, ja, én meg nem jártam a Balatonon, ja, én azt sem tudom, hol van Sárospatak, stb. Tehát, hogy fura volt, hogy ebből is ezt hozzák, és megmondom őszintén, hogy egy picit ebbe így belevoltam, eleged lett? Persze, minek? Tehát, hogy mindenek. Én nem szeretek például, nem szeretek senkinek odaszólni, hát ebben az esetben ugye a szerkesztőnek kellene odaszólni, hogy ezt az embert mondjuk így tiltsák ki az oldalról, hogy ne jöjjenek ezek a szerintem teljesen igazságtalan, értelmetlen és igazából csak a kötekedésről, meg a beszólogatásról szóló üzenetek, meg üzengetések. Úgyhogy inkább hagytam a fel. És azért izgalmas a történet, ha azt nézed, hogy ez a mi oldalunkon jelent meg. Tehát ez a Klassz FM Morning Show című műsorának a rajongói oldala. Tehát elméletileg ezt az lájkolja, az nézi, aki szeret bennünket, így aki van. Bennünket hallgat, tehát akinek a Jani képe belefér, mert ugye mindig olyan képet adtál, vagy nagyon sokszor olyan képet adtál, ami te rajta vagy. Persze, mert amin nem voltam rajta, az nem érdekel. Az meg tudjátok, milyen üzenetet kapod? Na. Nem is volt, te ott letöltötted volna az internetről. Ez nem is most készült, nem is így. Na de most három ilyen rossz indulatú fél troll miatt, akkor abba hagyod ezt a dolgot. És a család hol van? Őket meg ott hagytad? Igen, nem mutogatod milyen a családot. Hagytad? Tudod, aha. Tehát hogy ha gyerek nincs rajta, nem szoktam. Akkor az a baj. Akkor az a baj. A feleség, ha az én baj. Ott vagyok, ha 20-as vagy, az a baj. Így van, 30-as az a baj, 70-es az a baj. 80-as az a baj, de az is baj. Ennek meg mi értelme van?
Néhány szóban elmondom, persze. De ez egy jelenség ma Magyarországon. Hát így van, így van. Ez egyébként egy nagyon bántó jelenség. Igen, egy nagyon bántó jelenség, csak ha abba hagyod, akkor győznek azok, akik ezért csinálják, nem? Hát ezzel nem kell foglalkozni elsősorban, hogy most három hülye ott beírogat. Mert én még nem jutottam el sehova. Más kérdés, hogy a magyar ember kicsit tényleg ilyen, hogy más életével helyezi szembe a sajátját, és mindig mást okol azért, mert neki mondjuk valami nem sikerül. De hogy nem hiszem, hogy ezért abba kellene hagyni. Mondok két példát. Na, mondjál két példát. János volt, nem tudom hol, Siófokon. De szép Siófok városa, Jani, remélem jól érezted magad, én nem tudtam elmenni 10 éve, de nagyon oda vágyom, irigyellek. A, B, rohadjon meg a vadon, Jani, mert van pénze Siófokra menni. Érted? Tehát, hogy még a hangnemet is, hogyha olyanra fordi, vagy olyanra írod meg a közlést, akkor abban is benne lehet a kis keserűség, hogy nekem most ez nem sikerült, de örülök a másiknak. Solymáron voltál, rohadjám. Azt tényleg na, már, Lőrincen lakol. Na de érezem azért rosszul magam, vagy azért ne tegyek ki, hát nem összeloptad a pénzt, nem úgy mentél el, hogy egyébként nem tudom, balira utaztál közpénzről, tehát hogy emiatt szerintem ezt a dolgot nem kell abba hagyni. De rosszul esik. De rosszul esik. Mondjuk akkor azt, hogy most így picit pihentetjük ezt a projektet. Kb. Ugyanaz az üzenet jön a fekete kajlóra, mint a 3 szelet vagy 2 szelet puffasztott rizsre. Tehát ebből derül ki, hogy az egésznek igazából semmiféle különösebb célja nincsen, csak az, hogy valami legyen fönt, aminek kapcsán bele lehet rúgni az illetőbe. De ha nem vagy rá kíváncsi, ha nem érdekel téged ez az ember, ha nem tudod tolerálni az ő egyébként nyilvánvaló és közismert életstílusát, vagy életminőségét, fogalmazunk így, akkor nem kell oda menni. Tehát, hogy engem valami irritál, valami idegesít, akkor miért megyek oda? Most például egy rajongói oldal, akkor ezek az emberek mit csinálnak ott? Hát ez az. Tehát én bejelölöm mondjuk Sarka Kata oldalát, vagy Hajdú Péter oldalát, nem tudom, és utána bántom őket azért, hogy mit reggeliznek? Igen. De ezt nem értem. Hol volt nyaralni, ugye arról is beszéltünk pont. Na pont mondjuk arról nekem pont más a véleményem, de nem a Péteri kapcsán bármilyen közszereplő. Jó, akkor ezt beszéljük át, hogy ha akarod, de nem kell ezt a dilemmát leszűkítenünk tényleg a Hajdúkra, mert ez bárhol máshol is egyébként tapasztalatot. Tehát ez tapasztalat. Mit reggelizel, és honnan van neked erre? Igen, és azért érdekes a dolog, mert egy kicsit a párhuzam, ugyan tudom, hogy már előre tudom, hogy mit fogtok mondani, de azért elmondom. Te, mint magánember, Kovács igen? Géza asztalos, van egy Facebook profilod, és van rajta nem rajongók nyilván, nem rokonok, barátok, 150 ismerősöd. Te kiteszed, mert a jó Isten megengedte neked azt, hogy fekete kagylót egyél, igen? És akkor a rokonok, barátok, ismerősök egyike se fog olyat írni, hogy rohadjál meg, hogy neked tellik rá te szemét. Igen? Ha ezt Sarka Kata írja ki, vagy tök mindegy, akkor miért kell ezt mondani? Akkor. Ráadásul azon az oldalon, ami a te rajongói oldalon. Ott miért van, hogy... Meg hát ténylegesen, tehát abból derül ki, hogy itt nettó kötekedésről van szó, hogyha ugyanez az ember mondjuk, tehát hogyha mondjuk egy kedves barátod vagy családtagod elmegy mondjuk egy disznóvágásra, és lefotóz egy asztalt, ami tele van mindenféle fantasztikus disznótorosokkal, kolbásszal, hurkával, ezzel, azzal, amazzal, töpörtyűvel, ha ezt a haver kirakja, akkor csodálatos, lájk, ami Józsi király vagy, hogyha ugyanezt látod a Cebbenek az oldalon, akkor rohadjál meg, neked persze telik rá, nekem meg nem. De hogy ezek az emberek irigyek, mert szerintem azok, vagy azt hibáztatják, aki többet keres, hogy az ők nem keresnek annyit. De hát ellenkező esetben, ha ők azt a munkát végeznék, ők is elfogadnák azt a pénzt, ami azzal jár. Vagy hát itt mi a baj, hát nem? Tehát nyilván ezek gondolkodás nélkül cserélnének mind a bankszámlával, mind pedig a férj úrral, vagy a feleség ismertségében, vagy ismer a feleségét. Szóval itt igazából szerintem pont arról van szó, hogy azt kéne felfogni, hogy ezek az emberek nem a te zsebedből húzzák ki a pénzt, és azáltal élhetnek úgy, hogy tőled elvesznek, vagy elvettek valamit. Nem. Tehetségük, képességük, vagy a lehetőségeik, mert ilyen is van, vagy a kapcsolati tőkéjük, vagy stb. Úgy hozta, hogy ők ennyit keres. Na bum, hát ez van. Érted? Nekem, amikor annak idején volt elég sok olyan év az életemben, elég hosszan tartott sajnos ez az időszak, nem sajnos, mert hogy sokat tanultam belőle, tényleg a seggem is kilógott a nadrágból, nagyon-nagyon rosszul álltunk anyagilag. De nem írtál volna valakinek a fejembe, hogy én ez bárki, hogy bárkit is hibáztassak ezért. Miért? Miatta van? Nem, miattam van, vagy az életem úgy hozta. Vagy mások miatt. Igen, abszolút igazad van. Nem, hát figyelj, ez sok mindenről szól. Tehát ennek nagyon sok magyarázata van szerintem. Ez egy mentális állapot jelen pillanat az országban, egy közállapot, egy elkeseredés, egyfajta nagyadag magyar irítség, ami azért ránk nagyon jellemző.
közállapot, ami most jelen pillanatban van az országban, amiről azért elég sokat beszélünk, hogy ugye nem túl jó a helyzet, hogy hányan élnek szegénységben, mi történik pontosan, hányan vannak elkeseredve, bár az elkeseredést ugye nem szabad összekapcsolni azzal, hogy ezek inkább így rosszindulatú emberek, és nem feltétlenül gondolom, hogy nem tudnának megengedni maguknak hasonlóan egy reggelit. Igen, ez egy érdekes dolog. Én csak azt mondom, hogy ezért abba hagyni szerintem egyébként butaság. Ez, szóval, jó, hogy jó. Akkor olyan, mintha ők győznének, nyilván, tudod. Tehát, hogy három... Én nekem nincs Facebook oldalam. Hát nekem sincs egyébként, hogy én csak itt, csak a Morning Show posztolok. Tehát, hogy, de ezzel hogy fel kell ez tudni érteznie magát minden közszereplőnek. Aki ezt vállalja, az igaz, csak a például szóval akkor alapból, még egy igen? mondat az előzőhöz képest, hogy a legtöbb ilyen, az például álnéven, nicknémen, kép nélkül posztol. Ugyanis a legjobb abban, amiért a rokonnak nem írod ki ezt, hogy rohadjál meg, mert fekete kagyló teszel, ő ismer téged. A celeb, akit te bejelölsz, az meg nem tud róla. Itt a legfurább az, hogy ezt egy olyan oldalon teszed, amire azért kell menni, mert rajongasz. Mert igen. Ez egy érdekes igen. dolog. Igen. Tehát ha nem tetszik, nem szereted őt, akkor engedd el. Én mindenben igazat adok nektek egyébként, kivéve egyetlen egy dologban, erről már a múltkor fél mondatig beszéltünk, de sokan nem biztos, hogy hallották, azok a nyaralós képek. Én azt máshogy látom egy picit. Mert ugye azt mondjátok, hogy ez a te rajongói oldalad, ide az jön, aki szeret, miért ne rakna ki? Igen. Nem? Igen. Hogy menjen el és rakja ki. Igen. Azt gondolom, hogy megmutatom azt a részét, teszem az egy éjszakot, a nyaralósat, de nincs bajom azzal, aki kiteszi a nyaralósat, hogyha ment, de az is megint érdekes, hogy hogy teszed ki. Tehát ha nagyon nagy képű, itt fekszem a homokon mindenki, az egy másik sztori. De ha a személyiséged olyan, hogy abból árad az irónia. Akkor nézd, ott van például a Tibinek a képei a kaszának. Aha. Tehát, hogy ott azért nyilván nem véletlenül csinálta például ezt a rohadjál meg kasza dalt, mert van benne irónia, van benne egy ilyen rálátás is, tudja magát egy szűrőn keresztül nézni. Na, én ezeket a nagyon fehér homokos, nagyon nyaralók, nagyon ez egy egyszerű provokáció. Még csak nem is ezt gondolom. Gondolom, hát úgyis tudja mindenki, hogy ilyen helyekre mennek nyaralni, és mondjuk érted, nem vízére, nem a Velencei Dóra. Igen, csak és ezt nem degradálni akarom, egy gyönyörű szép hely, meg én előbb megyek oda, mint Tájföldre. Ez is igaz, igen. Nem tudom, ezt én máshogy látom picit. Szerintem egy közszereplőnek azért baromi nehéz dolga van, mert igazatok van, hogyha te kiraksz egy ilyen oldalt, az a te rajongói oldalat, miért rakhatnád ki? Meg ki is lehet rakni, mert a múltkor egy fél mondat erejéig beszéltünk, hogy szerintem a közszereplőnek azért tudni kell nagyon érzékenyen reagálni arra, vagy legalábbis odafigyelni azon tendenciákra, ami jelen pillanatban például ebben az országban van. És itt hallasz adatokat, hogy hányan élnek szegénységben, hogy hány millió ember, hogy hány gyerek éhezik, tehát hogy ugye vannak bizonyos adatok. És ilyenkor szerintem egyébként nem szerencsés. De nem azért, mert nem teheted meg. Nem azért, mert provokációnak gondolom, mert egyiket se. Továbbis azt mondom, hogy ez a te rajongói oldalad. Hanem mert hogy kell, hogy legyen a közszereplőben annyi társadalmi érzékenység, hogy azt mondja, hogy na ezt most nem. De akkor nem menjél mert be. Én ott vagyok, nyaralok, igen. A családom tudja, igen. Tulajdonképpen mit is ér el kell vele? Meg kell nekem mutatnom a világnak, hogy én el tudok menni. Nagyjából szerintem mindenki gondolja, hogyha van hat begyártó céged, X műsorokat vezet, producer vagy zenész vagy mit tudom én, akkor ezt alapjában meg tudod tenni. Szükséged van arra, hogy ezt te olyan nagyon bizonyítsd? Egyébként nagyon nincs is. Mit csinálsz te közszereplőként? Azt mondod, hogy fölraksz egy képet magadról, hogy ott vagy a feleségeddel egy pálmafa alatt, és tulajdonképpen kész. De azok a sokszor nagyon provokatív jellegű képek, amiket ugye feltesznek, hogy ilyen fehér homok, itt pucsitok, ott vagyok, nők, férfiak, gyerekekkel, sokan, és nem egy emberről, vagy egy jelenségről beszélek, az szerintem fölösleges ingerlése az olyan. De tényleg, ha tudom, nagyon hogy én érzékeny vagyok erre, akkor miért megyek fel az oldalra, hogy szembesüljek vele? Én nem mászkálok fel, amikor ugye munkanélküli voltam, akkor nem járkáltam fel a Sashegyre megnézegetni a világot. Tök igazad van, és megáll az az érvelés, hogy ne gyere oda, ha te nem ezt akarod látni, mert ez az én rajongói oldalam. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy rajongói oldalt lehet úgy is vinni, hogy nem azért nem teszed ki, mert nem akarsz provokálni, hanem mert vagy annyira intelligens, hogy gondolsz azokra, akiknek mondjuk lehet, hogy ez egy kicsit, nem tudom, rosszul esik, nem tudnak elmenni, de nem tényleg Teréz anyaként, hogy jaj, nem teszem ki, hogy mit vacsorázok, nem erre gondolok, csak a fölösleges jelenlegi magyar mentális állapotnak, közállapotoknak köszönhetően nem egyszerűen érzékeny vagy arra, hogy most ezzel te nem villantasz egy akkorát, mert egyre többen nem tehetik meg, és te közszereplőként azt mondtad, hogy gyerekek voltam, de nem verem akkora nagy dobra, most egy kicsit együtt érzek azokkal, akik nem tudnak elmenni, és az egész tök szerethetővé válik. De amikor nagyon ott vagy, és hány celeb pucsit, itt szörfözik, oda megy, Maldív, Bali, na hát aztán rá mindent lehet mondani, hogy irigy vagyok. Rengeteg helyen jártam a világban. Soha nem tenném ki. Mert
mert tudom, hogy most nem az a helyzet, amikor ezt olyan nagyon ki kell tenni. Tudod? Hát. Hanem elmennék szép csődben, ott lennék, megmutatnám a családomnak a fotót, és hallgatnék róla, nem azért teszem hozzá, mert szégyellem. Nem azért, mert akargatni való van, sőt, nem azért, mert közpénzből teszem, mert ellopott pénzből teszem, mert itt ülök minden nap, plusz televíziózom, gondolom, megdolgozom, érte, megteltem, csak mégis, ha tudod? Én még tehát, úgy is gondolom, hogy dögölj meg, amiért kiraktad ezt a képet, én nem írom be. Vagy miért vagy ott az oldalon? Mert miért, mit keresed ott ezen az oldalon? Nem megyek oda. Mert mondom, azért tisztelet a kivételnek, és itt a tiszteletet érdemlő kivétel az egy nagyon-nagyon széles réteg, mert nagyon sokan nagyon jól kezelik ezt a dolgot. De vannak az a pont 6, akinek egyébként tök mindegy, hogy Maldivon vagy, vagy én fölrakok egy sümegi városképet, mert ő azt mondja, hogy kinyílik a bicskézsebe, mert ő soha nem volt ott, meg nem is engedheti meg magát. De ugyanakkor én azt elmondom, még szerintem egy tök jó dologról van szó, én mindig meg szoktam nézni annak az embernek a profilját, aki beírja, hogy egy kis jellemrajzot kapjak róla. És akkor rögtön látom, hogy egyébként, hogy, jó, te nagy csibész vagy. Hogy mi lehet a probléma. Te nagy csibész vagy, amikor elmondhatjuk, hogy álnéven mész, és beírogatsz vicces dolgokat, majd megnézed, hogy kitiltanak-e. És aztán elmeséled, hogy XY, ki nem, de direkt nem mondok nemeket. Csibész, mert viccesen beírogat, majd megnézi, hogy kitétják-e. Szerintem el kell tudni viselni. Persze. Én amikor régebben olvastam magamról kommenteket. Ja, de bocsánat, én nem az a kategória vagyok azért, tehát én nem kötekedek, meg nem. Nincsen igazságtalan érzéket. Te viccesen ironizálsz. Én szoktam időnként ironikus megjegyzéseket tenni, és akkor úgy kivágnak, mint macskát. Volt már olyan celeb, aki kirakott. Kirakott az oldalra. Nagyon szórakoztat, hogy te állnéven fölmész, és celebeket sokkolsz egyébként. Igen, ám, de én mondjuk délelőtt 10 órakor nem írom be senkinek az oldalára, hogy miért nem olyan képet raksz föl, amin éppen dolgozol, mert akkor én erre szívesen visszajönnem, hogy délelőtt 10 óra van nálatok, mi van ilyenkor? Persze, te nem azt rakod, hogy undorító dagot, vagy nem, persze. Mit keresel munkaidőben egyébként fent a Facebookon? Te nem bántasz, te viccesen ironizálsz, humorizálsz, megcsipkedett, 10-ből 8 egyébként kirak. De nem, szerintem az irónia és a csipkelődés és az idézőjel között is mindig baromi nagy különbség van, és ezt velünk kapcsolatban se érti soha a bulvár sajtó, de tényleg nem. Hogy mi a valódi megbántása egy magyar közszereplőnek, és mi az, amikor idézőjelben megcsipkedett, körbejárod, körbeszimatalod és kicsit osztod, és ebből lesznek azok a cikkek utána félprimitív újságíróktól, hogy megalázta, meg megbántotta a terhes, mert éppen nincsen címlap. Mit mondtak a Baliék? A Baliék azt mondták, hogy miért teszi ki Gombos Edina egyébként magát a Best címlapra. Nem biztos, hogy így akarom látni, a képek szépek, nem akarom így látni Edinát, szerintem ez nem feltétlen azt mutatja, hogy mit írnak belőle hétfőn vagy szombaton, mert kell egy címlap. Egy akkora hazugságot a Borsba, ami nyilvánvaló hazugság, és mit ír a Bors? Balázsék megalázták Gombos Edinát. SMS-ek ezek az Edinával, hogy figyelj, Edina, tud, hogy nem ez történt, és megint azt mondja, hogy figyelj, tökre tudom, nem is nyilatkoztam nekik, tök jó fej vagy, hogy írtál, nem is foglalkozom velük, tudom, hogy nem mondanak igazat. A cikkbe pedig nem teszik bele a mi megszólalásunkat, csak megszólaltatnak két embert, aki egyébként nem hallotta megszólalást. De elmondja, hogy ez nem szép dolog a Balázséktól, hogy terhes nő, mondja ez két ember, aki nem hallotta a megszólalást. Játssza el ezt ma Magyarországon egy bulvár sajtó. Mit csinál? Vagy nincs azzal tisztában, hogy mit jelent az, hogy valakit megalázni, akkor ne legyen újságíró, vagy hazudik, akkor se legyen újságíró, ugye? De kellett egy címlap. Mi történik? Névtelenül megalázták Balázsékat. Mi itt mindent arccal névvel vállalunk. Soha nem volt polgári peres eljárás. Ők megalázták a terhes Gombos Edinát. Akkor a hazugságot írt a Bors, hogy már csak röhögni tudtam rajta, Edinával együtt egyébként. De kellett egy címlap. Szóval... Na mindegy, visszatérve, sokszor nem értik az idézőjelet, de nem kell abba hagyni. Tehát ez ugyanúgy, az olyan, mint a kicsit ők győzni. Pihentetem ezt a kis dolgot, annál is inkább, mert azért megmondom őszintén, hogy én ettől független nem fogok letenni arról a jó szokásom. Szerintem ez egy jó szokás, hogy ezeknek a gyönyörű helyeknek reklámot persze, csinálja. Persze, persze. Meg a család, aki rajtad kívül úgysem megy oda senki. A családoddal együtt kirándulsz. Ja, tényleg van családom. Igen, ezt akarom. Másik, hogy rajtad kívül úgysem megy oda senki, hogy nyugodtan reklám. Nem veszed észre, Jani, a szavak mögött a könyv. Hogy hiányzik neki a hétfő reggeli várkép. Nagyon. Persze. Hát nem érzed, hogy ő milyen szereti mindent ezt az oldaladat. Mindent láttam már, Szigliget ónos esőben még nincs meg. Hát ez az egy hiányzik az összes magyar várról, hogy Szigliget ónos esőben. Délután küldj már át neki ötöt. Hétfőn kapsz tőlem egy Pécs váradot, jó? Igen. Nagyon szerettük volna most egyébként Katát megszólaltatni, vagy például Rubint Rékát, akiket folyamatosan osztanak, egyikőjük sem elérhető. De megint valami elit étteremben zabált vagy gyúrt. Igen. De nem tudtuk őket elérni, ők ugye hát nagy közösségi oldal művelők, ha lehet így mondani, sokat bántják őket, talán tényleg a Hajdú és a Sóber család, akiket a legtöbbször bántanak. Na jó, de egy Frey Tamást is bántanak, tehát hogy ő meg azért nem egy tipikus celeb, tehát hogy őt is megcsípkedik, ő bele is belerúgnak, miközben az ember bevallottan tényleg csak szeretne egy szórakoztató oldalt csinálni, de ugyanúgy felmennek és ugyanúgy elkezdik osztani. Miért?
Ilyenek vagyunk. Ilyen, ez sajnos ez van. Ez mert bántó, hogy írtál könyveket, csináltál ezt, azt van egy hálózatot kávéból, és kint élsz, nem tudom. Nem feltétlen az a bántó. Szerintem az nagyon bántó. Nem az a bántó, hanem az, hogy a te sokszor talán a te nem úgy sikerül, sikertelen életednek, azok az emberek, akik mondjuk jobban élnek, mutatnak egy olyan tükröt, hogy könnyebb rájuk haragudni, mint egyébként a saját életedre, a saját feleségedre, a saját munkádra, a saját nem szeretett dolgaidra, kvázi levezeted ezeken az egyet embereket. Tulajdonképpen az, egyet mondjuk, igen, azért ennyi történik. Na mindegy, jó, hát ez egy érdekes dolog. Igen, ami furcsa, az az elképesztő indulat. Tehát amiről még nem beszéltünk, hogy hol a vége? Gyűlölet. Hogy az a fajta gyűlölet, és az a fajta indulat, és az a fajta elképesztő morális állapot, amiben egyébként süllyed ez az ország tisztelet nyilván a jelentős kivételnek, hogy már micsoda szerepe van egy kommentnek, érted? Hogy mit ír ki magából az az ember rajtad levezetve. Az számomra egész egyszerűen megdöbbentő. És úgy, hogy nem tud rólad semmit, nem tud a szeretteidről semmit. Egyébként már az a legundorítom, amikor már megtalálják a családodat is. Hál' Istennek ez velem nem történt meg, nem is nagyon adok rá felületet, hogy megtörténjen. Igen. Úgy, hogy közben egyébként, ja, és ami még a kedvencem, az nagyon nagy kedvencem. Amikor az az újságíró, az a bulvár sajtóorganum, legyen szó mondjuk egy online felületről, vagy pedig egy nyomtatott változatról, aki belőled, illetve belőlük él, fölrakja a képet, amit ő szed le a privát oldalról a saját oldalára, bizony, utána belerúg egyet, és ráadásul ez tovább görgeti, mert ugye fölraktan magánál címlapra, azok az emberek, akik egyébként szintén beléjük akarnak rúgni egyet, oda gyűlnek, mint a hangyák a izér, a kidobott ételmaradék, és elkezdik szétszincálni őket. És imádom ezt meg. A bulvár újságíró beléjük regélyet, miközben miattuk utánuk kapja gyakorlatilag a fizetését. Hát igen, ez is egy érdekes vetülete a dolognak, igen. Na jó, vissza a városképeket. Emiatt ne egyébként ne hagyd abba. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.